tulajdonképpen azért érzed válságban a művészet történetet, mert ez a fejlődés el, vagy a dolgok egymás utánisága értelmét veszítette. Én ezt nem látom problematikusnak, azt gondolom, hogy ez sokkal gazdagabb nézőpontot eredményez, és pontosan azt a normatív művészet történet írás szintet teszi csak értelmetlenné, amelyik azt mondja, hogy a dolgok fejlődnek előre, és kronológikusan kell felépíteni. Egyébként, ahogy az Anna is mondta, hát ez nem jelenti azt nyilvánvalóan, hogy mondjuk valaki a feminista nézőpontból megír mondjuk egy művészet történetet, és végigköveti mondjuk a festőnök történetet, ahogy megcsináltak már a 70-es években jó pár a mindenhasztikból, én nem tudom kivedni, hogy mondjuk az, hogy egy mű 1500-ban készült, vagy 1850-ben, hogy ennek nincs jelentősége, illetve az a fajta pozitivista alapját a művészettörténetnek nem szünteti meg. Nyilvánvaló ez az abszorpciónak egy másik szintje. Én azt szeretném kérdezni, hogy miért evidens az, hogy aki művészetet akar csinálni, az művészettörténetet tanuljon. Tehát én egyetértek azzal, hogy ha valaki művész akar venni, ebben az értelemben művészi tárgyakat, akciókat, tereket akar létrehozni, akkor ahhoz, hogy a saját gondolatait minél pontosabban és mélyebben gondolhassa át, ahhoz rengeteg művet kell látnia, ismernie, képet, eredetet, reprodukciót kell. A művészet történet az valami más. Maga a művészet történet, mint disziplina, az a maga létjogosultságát azzal határozta meg, hogy léteznek korstílusok, és a kifejezetten a korstílusok egymás utánjának a történelmet, aminek a megírása az, ami a művészet történet specifikus feladata. Ezt az alappremisszát azóta már nem hiszi igazából senki. A művészettörténet ennek ellenére mind vagyis egyetemi szak megmaradt, és amennyiben válsága, most már talán nincs annyira válságban, már nem izgatja annyira, de mondjuk egy olyan 10-15 évvel ezelőtt ténylegesen minden művészettörténeti folyóiratot kinyitott az ember, akkor ott a művészettörténet válságáról volt szó, ez itt a reklám helyek, ugye a Kornik Sándor ezt nagyon szépen össze is foglalta a művészet történet válságára vonatkozó újabb irodalmat egy olyan másfél-két éve Budapesti Könyvszemle című folyóiratban. Figyelmét ajánlottáltam. Milyen? A Buxban. Kornik. A művészet történet válságáról. De egyelőre azt nekem nem sikerült bebizonyítanatok, hogy miért kell művészet történetet tanulni. Nem lehet, de senki nem akarja bebizonyítani. Amit te mondasz, az az, hogy a sportoló ne foglalkozzon a sporttörténettel, csak azzal, hogy szorongjon, hogy kimutatják a doping tesztet, hogy hány század másodperc. Én nem azt mondom, most én azt mondom, hogy a művész nem sportoló, nem egy torzó, hanem egy teljes lény, és akkor abban belefér az is, hogy legyen történeti tudata. Tehát én nem azt mondom, hogy attól jobb művész, hogyha tudja a művészettörténetet, de hogy azt mondod, hogy nem kell, persze, én is azt mondom, nem muszáj, de ha dudás akar lenni, akkor azt a sok pokoli hülyeséget, amikor te meg a kollégáid összeírtak, végül is elolvashatja, nem? És hát, ha véletlenül még okul belőle, azért ezt se a Laci, és senki annyit nem tanulta, mint a Bekétől. A Beke nekem segített. A 75-ben, 6-ban. Ugye? Tehát nekem fontos volt. Tehát én ezt nem tudom kellően hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen amikor én azt mondom, hogy a művészettörténés szakma, én nem tudom mivel foglalkozik, meg évente gyártják a művészettörténészeket, és az nem látszik Magyarországon. Ugye? Akkor mit csináltok? Nem te, amit gyártok. Na most egyet tudok konkrétan a Beke Lászlót, akihez én úgy vagyok hozzá kapcsolatban, hogy tisztelt, szeretett, és nem tegnaptól. Ugye? Na most, tehát ő neki merem azt mondani, ami senki másnak. Ugye? Most itt. Ugyan mindenki elmaszott volta, tehát azért az én kérdésemben egy lényegi dolog volt, ami, ahol én őt igazából nem értem. Tehát én ennek hangot adtam, itt nyílt fórumon,
Válaszoltál valamit? Nem tudom. De erre a kérdésre, hogy én úgy gondolom, hogy a művész nem arról ismerszik meg, hogy ilyen őstehetség a 50-es években, hogy arra jó, mert jött a vidékről, és milyen expresszíven rajzol. Hanem én úgy gondolom, hogy a művésznek nem ez a mesterember, kirakat, betanított munkás, kirakat rendező szerepe van, hanem épp az, hogy szembenéz a világban. Jó, akkor tehát akire én művészként fölnézek, mondjuk Szent Jóvi Tamásra vagy ilyen, szóval ezek, amire, nem az, aki úgy néz egy tojásfestő, meg a média suga, hogy ki mindenki Alködi Robi is festő. Hát már kurva életek. Na és itt a hibása az egész művészettörténeti szakma, hogy ehhez úgy azt aztán, mint a franc, mert ott a pénz, és ezt betalik. És akkor megvett instrumentális agyú éppenséggel mit lehet kezdeni, ott van a szegény nyomorult művész magába, és mit tudok én neki mondani, hogy miben higgyen semmibe. Mert a művészettörténet, a múzeumi ember, a galériás, mindenki korrupt és szemét is. Na, ez itt van. És akkor van a naív művész, aki megy neki a falnak, és tök még ráadásul hülye is, mert annyi esze nincs, hogy elmenjen a könyvtár, és nem nézze, hogy aki olyasmit csinál, mint ő, ugye? Hogy azt is úgy megnézze, hogy hát a marha jó, mert különben az ember szorongott, csak én gondolom a világba ezt. Mennyire jó az, hogy a Bob Ryan is fest fehérre. Akkor meg vagyok nyugodva, nem teljesen őrült vagyok, mert fehérre festek. Na, hát szóval körülbelül ennyiről lehet szó. Hát volt egy kérdésünk. Történelmi ismeretek az nem ugyanaz. Na most, ami nagyjából zajlik, az a főiskolában, bocsánat, egyetemen, az egésznek az művészettörténelmi ismeretek átadása, amitől nem lesz történelmi tudata, amit teszem. De hát annélkül meg nincs. Szóval ez marha jó, hogy legyen önálló gondolkodása, de ha nincs az, hogy tudja, hogy a romantika előbb volt, mint a romantika, vagy hogy a Partenon és a Pantheon nem ugyanaz, és nem tudja ezt kronológikusan elrendezni, tehát az marha jó szlógen, hogy legyen történelmi tudata és a tények. Érted? Akkor ez a hajlás, meg az, hogy hát a Szlatini magon a 115-3 centi, amit a kispár mondott, én hálás vagyok neki, hogy ilyen tanárom volt az egyben, mint a kispár. Mert ilyen hülyeségeket kapjuk, hány területén szomor. Én most elvettettem a fonát, hogy nem biztos, hogy kapcsolódni fog konkrétan, de ahogy itt az elmúlt percekben beszéltünk művészettörténeti tudásra, és itt már úgy gondolom, hogy nagyon helyesen felmerült az, hogy művészettörténetről tulajdonképpen egy problematikus beszél, sokkal inkább művészettörténetekről. Tehát, hogy még korábban voltak legalábbis kísérletek, ilyen átfogó értelmezések, ha már ezekről egyáltalán nem beszéltünk. És ez lenne a kérdésem konkrétan az itt megjelent oktatókhoz, hogy ezzel az elmélet ilyen sokszínűséggel, sok irányúsággal mit kezdenek, hogyan próbálják ezeket felhasználni az oktatásban, hogy a diákok erre mennyire vevők, és hogyan, illetve amit a Stolz János már felvetett, és engem személy szerint érdekel, nem tudom, hogy másokat mennyire, például egy ilyen iskola, hogy a feminizmus ez mennyire jelenik meg ezekben az értelmezésekben. Hát én ezt kéne tudni, hogy maga ne haragudjon, de hogy ezt milyen pozícióból kérdezi? Diák vagy művész vagy? Én mint szervező. Na, de voltam művész. Ja, én mint esztétika magyar szakos végzős hallgató. Erről beszéltem az előadásomban, hogy és ezzel válaszolnám is arra, amit az válaszolnék arra, amit az annak felvetett, hogy van-e értelme művészettörténetet tanítani művész hallgatóknak. Én azzal próbálom ezt a dolgot értelmesíteni, hogy amit említettem az előadásban, mondjuk a klasszikus avantgárd művekben sem azt a normatív, formalista közhelygyűjteményt vezetem elő, amit mondjuk 20 éve, 30 éve olvastunk, hanem ha mondjuk az avignoni kisasszonyokról van szó, akkor jelenthetem, hogy mondjuk feminista értelmezést használok és alkalmazok, és éppen mondjuk a női test fragmentációja, illetve ezzel kapcsolatos
dolgok, tehát nem arról beszélek, hogy a tér és ilyen formalista elemzések, hogy viszonyul Picasso a térhez, hanem hogy viszonyul Picasso a pinához, hogyha már a frazeológiáját akarom elővenni, és mondjuk azt mutatom be, hogy az előkészítő rajzokban valóban hogyan kerül a széttárt női öl, ami eredetileg ott volt ugye egy matról, annak tárolkozott föl a nő, ehelyett pedig fölkerül az arcra is, hogyan rajzolja bele. Tehát mondjuk ilyen módon tartom értelmesnek azt, hogy valóban egy hermeneutikai párbeszédet folytassunk a művekkel, és ne az ásatag. Nem az az érdekes szerintem, hogy régi művészetet tanítunk, Velázquez tanítunk, vagy Rothkót tanítunk, vagy pedig Lirpintiravaniát tanítunk, vagy csak ezt tanítsuk, vagy azt tanítsuk, azt gondolom, hogy mindegyiket tanítani kell, de valóban ez csak is egy mai nézőpontból, a mai tudományosság, vagy a mai művészettörténeti megközelítésmódok szempontjából vizsgáljuk, és ezt kötelező eladni. Én azt gondolom, hogy ezzel tudjuk segíteni a hallgatókat abban, hogy valóban ezt a nemzetközi szénában folyó elméleti diszkurzust magukba szívják, hogy ez számukra természetes dolog legyen. Ilyen módon én, tehát különböző műveknél igyekszem azokra koncentrálni, például a klasszikus avantgardból, amelyek ma érdekesnek tűnnek, illetve amelyek ma aktuálisak, mondjuk egy Schiller vagy Munk, és kihagyok olyasmiket, amik ma úgy tűnik, hogy nem annyira aktuálisak. Lecsontozom a dolgot, nem tendenciákról beszélek, inkább portrékről beszélek, tehát emellett nyilván azért, mert személyesebb a megközelítés is, a hallgatók számára, a művészek számára izgalmasabb lehet. Tehát határozott meggyőződésem, hogy ezt ugyanakkor nem lehet kihagyni, mert akkor valóban ilyen teljesen neveletlen vagy műveletlen emberek kerülnek ki. Ha már ez való, a másik dolog az, hogy bizonyos tehát azért, mivel a magyar középiskolai oktatásból szinte hiányzik, nem hogy a kortárs, de a modern művészet oktatása is, valahol ezt mégis meg kell próbálni bepótolni, még hogyha ez mondjuk elég kínos, hogy nekünk kell ezt ilyen bölcsődei színvonalon, ahogy Tamás mondta, bepótolni, de valamikor csak be kell pótolni. Tehát ezért is fontos az, hogy bizonyos kronológia vagy hasonló, amennyi abból, mint tanulmány, beszívható, mondjuk ha nem is megtanítsuk, de mondjuk, hogy mert erre sarkra is hallgatjuk, hogy ezt ragolassuk. Egyébként Márevicsről, és kit mondtál, még Yves Kleinről külön órát szoktam tartani, a nem jobbákról, meg hát egy 10 perc az, amit csak beszélek. Szabad esetre egy picit más megközelítést, hogy tudjam meg a kérdésre választani, amit a kisasszony tettek, hogy jön a válasz. Szóval én ugyanerre a kérdésre a következő választ adnám, hogy az az egyedül üdvözítő, vagy egy nagy narratíva, amire maga hivatkozott, az körülbelül ott tart most, és ott fejeződött be, hogy felvetik azt a kérdést, hogy Hegel. Mert mi a szerepe a mai művészet kibontakozásában, és ezt nyilván maga is tudja, hogy ezen még mindig vitatkoznak, de hason lecsengőd a vita. És utána pedig az, amit János mondott, azt én úgy látom, hogy körülbelül 6-8 ilyen mértékű, különféle közelítése van a művészetnek, és hát nyilvánvaló, hogy akkor vagyunk a legügyesebbek, hogyha 4-5 világban tudunk sorakoztatni ezek közül, és magunknak elmondani, hogy ezt lehet így is nézni, meg lehet úgy is nézni, de a lehető legjobb lenne az, hogyha maga szeretné, mert az is érvényes. Az most más kérdés, hogy azt gondolom, hogy segítséget kellene nyújtani a hallgatóknak ahhoz, hogy ebben a számukra is majdnem dzsumbolyban, de mondjuk szerintem átlátható, és nem igaz az, hogy a művészet történet az valami széteső dolog benne. Azt gondolom, hogy elképesztően megalapozott munkák születnek a mai közegben, és nem hiszem azt, hogy ez valami zavaros terület lenne. Sok, el kell olvasni. Szeretnék az egy ellen példát mondani, mert volt egyszer egy ilyen nagyon egy impresszió, ami hát a szóban sem mondjuk, hogy nagyon ilyen
Szilágyi volt, és egyáltalán nem tudom, hogy megalkott, csak egyszer volt valahol. Még egy 19. századi művészetet tanítok, de tudva levő, hogy pontosan annak az értékelésével kapcsolatban elég korán megindultak már a különböző úgymond módszerek. És én rájöttem arra, hogy nem lehet, szóval valóban nincs az úgynevezett nagy narratíva, és ugye, ha főleg, hogyha az ember belemérül valami szűkebb témába, akkor is megpróbálnak a teljes irodalmát fölképképezni, akkor hihetetlen sok és különböző megközelítésekkel találkozik. Tehát az ember szeretné ezt ugye elmondani mind a hallgatóknak, vagy az órán, vagy legalábbis jelezni, hogy különböző megközelítések vannak. Még akkor is, hogy esetleg valamelyikkel személy szerint az előadó szimpatizálhat, vagy azt szeretné ő is inkább hangsúlyozni, vagy követni, vagy alkalmazni. És én rájöttem arra, hogy a művész egyrészt, hogy igazából nem a művekről beszélünk, és nem is a művészetről beszélünk, mert arról már nem lehet beszélni, és a művekről sem lehet beszélni, bár ez egy komplexebb kérdés, de mondjuk azt, hogy a művészetről már nem nagyon lehet beszélni, hanem mindig arról lehet beszélni, hogy eddig ki mit mondott a művészetről. És tehát egy ilyen nagyon reflexívű lett a tudományi nekem az érzésem, és ezért az óráimat mindig úgy tartom, hogy mindig akármit beidézek, akkor azt mindig megmondom, hogy ki mondta. Tehát most mindegy, hogy most egy forrás vagy akkor is a művész idézem, vagy egy korabeli kritikus. Én szeretem a történeti megközelítést alkalmazni, tehát azt megnézni, hogy egy mű a korában hogyan értékelték, és mit jelentett, tehát engem ez érdekel elsősorban. Nem pedig az, hogy most van egy módszer, és azt ráhúzom a régi korokra, ami nem tartok helyesnek. Tehát a feminizmus, amit egyébként nagyon helyes lesz, ha semmi bajom nincsen, de mint módszert, összetölteti módszert, adott esetben lehet így alkalmazni, hogy egy ilyen visszavetítős módszernek. És mindenesetre nem akarok oda belemenni, csak az volt az impresszióm, hogy a hallgatók nem ezt várják. Tehát nem azt várják, hogy a tanár elmondja, hogy ezt mondta, a másik meg azt mondta, és sok esetben teljesen ellenmondó dolgokat hall, hanem ő szeretne erről a dologról valamit megtudni. Tehát egy kijelentés vár. És akkor arra gondoltam, hogy valószínűleg azért van, mert én is tudom, hogy voltam fiatal, meg én is tudom, hogy a művészet, az tényleg engem is a művészet vonzott erre a művészet történet szakra. Elsősorban a művészet érdekel, van a művészet történet, most már inkább a művészet történet érdekel, és a történet és nem annyira a művészet. Lehet elragozni, meg dekázni, ez hogy van. De én is azt láttam, hogy ugye kinyilatkoztatásokat vagyok. Szóval annyira oda voltam a művészetre, és akkor bejött nekem Őrsi Annett, a Belott Ugyácsalak, ugye művészettörténész szakosok, tehát aki ikonográfiai módszernek a nagy szakértője, és akkor elkezdett beszélni ilyen fogalmakat használt, meg meghatározott, minden, és elsős voltam, és azt hittem, hogy már az ott hagyom ezt a szakot. Hát egyben azt kell, hogy a művészetről beszéljenek, és nem ez vagy mindenre tudomány. Aztán ez megváltozott, csak volt egy ilyen életkorról, de mindenhez köthető dolog, egy pillanat az értelemben, amikor tényleg azt mondtam, hogy én ezt nem tudjam, hogy ez a történet szakot, ez a borrasz. Most ez nem tudom, hogy igaz, csak azt akarom mondani, hogy tényleg itt ugye arról van szó, hogy a művészek is, meg mindnyájan, ugye a Szentgyörgyi Tamás azt mondta, hogy ő is diák. Én is azt gondolom, hogy a tanárok, tehát hiába idősebbek, persze, hogy van valami ismeretük, tapasztalatuk, azt szeretnék átadni, hogy ezt tudják, de folyamatosan mi is keresünk, ugyanis tényleg itt 5 évenként, vagy nem tudom milyen gyorsággal most már mit mondnak a statisztikusok, hogy egy gyorsul fel a világ, tehát adott esetben, amit tegnap mondtunk ki, az valóban már volna az elekezékkel mondjuk, mert egyszerűen nem csak azért, hogy a saját véleményünk, a saját hangulatunk, temperamentunk, vagy fejlődésünk, vagy alakulásunk miatt, de egyáltalán a világ is annyira változik, hogy minden egyes dolgot, amiről tegnap beszéltünk, mennyit egy új fényben látunk, és ez egy állandó alakulás, és ezért magunknak is állandóan a kérdéseket teszünk föl. Most nekem mindig az a problémám, hogy akkor ezeket a kérdéseket tegyek föl a hallgatók előtt is megfogalmazzam, vagy pedig hogy tényleg, mert iskolába járnak, végig tanulnak, tehát másrészt nekem valami ismeretet, valami stabilat kell átadni. És nekem legalábbis kialakult az a benyomásom, hogy ez egy konfliktus, és meg is fogalmaztam magamnak, hogy én nem tudok mit csinálni, természetesen vállalom ezt a helyzetet. A Zsiga azt mondta, hogy ő az őszintességet nevezni, megment egy ilyen legfontosabbat, amit követ a tanítás, hogy
alatt én is azt gondolom, hogy én is ugyanúgy folyamatosan alakulok ezekkel az előadásaimmal, meg mindennel, és én is magamat úgy tanítok tulajdonképpen. Csak mondom, hogy volt egy ilyen benyomásom, hogy vajon a hallgatók elbírják-e ezt. Tehát, hogy esetleg nem erre kíváncsiak, hogy ezeket a különböző módszerenként fogalmazom meg, vagy mit tudom én, mit. Nem erre kíváncsiak, hanem az, hogy végre mondjon már valaki valamit arról, mert ők tudni akarják, hogy ezt az úgy csinálják. Na most Anikó, azért, mert mondjuk az avignoni kisasszonyokról te elmondasz négyféle különböző interpretációt, azért az nem jelenti azt, hogy nem állításokat, dolgokat tudnak meg. Hát ezzel azt feltételezed, hogy, hogy bármiféle dolog, hogy lehetséges, egy végleges, nem az igaz, úgymond állítás, minden interpretáció. Azt feltételezed, hogy a művészet az valami, nem azt mondtam, hogy egy igazságot nevezünk baromság. Hanem azt mondtam, hogy a fölmerült bennem volt egy ilyen intenzióm, hogyha esetleg arról szól az óra, hogy elmondjuk azt, hogy mit mondtak mások eddig, és az, hogy kisül vagy egy olyan időszakba érünk, hogy én magam nem fog tudni erről valamit állítani, akkor van egy probléma. Hát kell, hogy te is tudod, persze. Abból eredeztethető, hogy végülis a művészettörténet tanszékre, legalábbis amikor mi felvételiztünk, hogy lehet, hogy ott a változunk, a felvételi az volt, hogy a lexikális tudásra kérdeztek el. Tehát gyakorlatilag már a felvételünk tőlünk adatokat váltak el. Aztán a későbbiek során az oktatásban is, inkább még akár a szemináriumokon is, az előadásokon egyértelműen, de gyakorlatilag ilyen adatok átadása történt, tehát olyanfajta probléma felvetés vagy beszélgetés nem valósult meg, tehát valószínűleg, ha valamiért ez az igény a diákokra kialakult, vagy erre a kommunikáció nem került sor, akkor én sokkal inkább úgy érzem, hogy ez erre eredeztetek vissza. Ezek azon mondani valamit, mert egyrészt itt azért két különböző dologról van szó, tehát más az erdő művészettörténet szak, ahol úgymond művészettörténészeket képeznek, és más a művészet egyetem, ahol úgymond művészeket képeznek. Tehát más az alapvető attitűdje egy művészetet tanító tanárnak, művésztanárnak, mint egy művészettörténész tanárnak. Én azt érzem, hogy a legfájóbb személyeskedés, ami ma elhangzott, az gyakorlatilag amit a Laci meg a Szöke Anna mondott. Tehát az, hogy a művészet történet válságban van, ez egy hihetetlen kényelmes kijelentés, és ezzel az egészen egy ilyen, nem te, ezt a Laci mondta, ezzel ez egész egy ilyen fanyar és személyes és izé szférába tevődik, tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Az, amit te mondasz, a te belső, nem tudom, tanári küzdelmeid, nem tudom én, hogy mit kéne mondani, hogy kéne mondani, mi is lenne fontos, az megint nem ide tartozik. Tehát itt ez hogy mondjam, akkor inkább már szidjátok egymást és anyázatok, de az, hogy most ezt a lelki életet így kiteregetni, ezt sehol nem vezet, ezzel nem lehet mit kezdeni, mert nagyon meghatódik valaki, hogy jaj, de Isten, a tanárnő nem tudja, most hogy jaj, mi Isten, hogy nekünk jó, hát tényleg meghasod a szívem. Csak ott a félreértetés. Nem azt mondom, változik a korszaktal, tényleg ezt nem akarom, mert akkor itt a művészet történetet, Anna van tette erre utalást az elején, hogy ő helyre tette, szerintem érjen meg Magyarországon későn a különböző más megközelítése a művészetnek történetileg, tehát hogy azt a úgy fogalmazott, hogy a kritika kategóriában sorolták, és úgy nyilván a nagy tudomány nem vette komolyan. És az, hogy van egy tradíció mindenütt, amit akárhogy is, de ennek a tradíciónak van egy tehetetlenségi nyomatéka, tehát azt lehet mondani, hogy a művészettörténet tanszéken is nagyon pontosan lehet ezt követni, hogy milyen tradíció volt akkor, amikor én kerültem oda például, amikor a Weyer Lajos volt még ugye a tanszékvezető is, akkor a művészetre valahol 1900 körül lejárt, én akkor kerültem oda, amikor a Németh Lajos lett a tanszékvezető, és az milyen hihetetlen változást hozott.
nem, egyrészt az interdisziplinaritás elhangzott, ami természetes, másrészt meg egyáltalán, hogy szinte ugye a máig, vagyis a máig kiterjedt az oktatás, mert igen, és akkor a Kessel-Katar ezt a múltkor elmondta a múltkori konferencián, elkezdte tanítani az aktuális művészeti kérdéseket, és akkor igenis kimentünk ugye a világ, a városba, és akkor megnéztük a kiállítást, akkor beszélgettünk róla. De ezen kívül is ott igenis vannak meghatározott személyiségek, és igenis ilyen a Marosi Ernő, ezt ugye mindenki tudja, Magyarországon ő a legnagyobb élő művészettörténész, és mindenki igenis konfrontálódik vele, vagy nyíltan, vagy csak a saját gondolatában, azzal a Lémet Lajos is, hát én voltam bulina, ilyen bulina, a Lajos verte az asztalt, amikor az új könyvét írtam, ugye a címe? Nem a sorsfordulója, a törvényes tétel, és verte az asztal, és mondta, hogy nem bírom megírni, mert minden nap újabb és újabb könyvek jönnek be, mert ő is ugye mindent el akart olvasni, és vette ezt a hihetetlen tömeg új megközelítést, amit nyugaton termelnek nap, mint nap, és egyszerűen nem megszakadt tőle, hogy nem tudta bedolgozni. És ez nem személyes probléma, János, de itt ne fejlődj ilyen kijelentéseket. Ez azok a amit érzékelünk, ha nem, te mint művész pontosan tudod, hogy ugyanígy érzékeny vagy a változásra, először az érzékszerveiden, az érzéseiden, ilyen mindenféle impressziók vagy izé, hogy mi történik. Ez nem úgy történik a dolgok, hogy leolvasom a felhőkről, hogy na most akkor holnaptól ez van. Hát egyszerűen az, hogy érzékeljük a változást, az egy hosszú folyamat, és először ezek teljesen irracionális módon jelenik meg. Művésznél is, és művészettörténésznél nem volt. És ha nem azt mondod, hogy és rosszal van, hogy negatív vagy, hát nem tudom, mindjárt rájöttök egy továbbra. Ezt a szót nem egyetek a számon, de... Hát akkor nem a lényegről beszélgetünk, akkor tényleg beszélgessünk arra, hogy mi a kortárs művészet, és ugyan tudjuk beszélni. Teljesen a kezdődő, hogy jelentkeztek, mert nem tudom, hogy hárman is. Tehát te is parancsoljatok, hogy bőzsitek el a tívot. Én csak szökkelnék annak akarsz, nem egy mondatot mondja ezekkel. Jó, hát ezt akkor halasszuk késnekre. És a Beke tanárnak akartam mondani, hogy igen, de nem jelentkeztél? De mégis annyi... De a szöknek van a Bekének akarsz. Nem, igazából nem csak hozzájuk, mert a szöke tanárnak, amit mondott, én arra reagálnék, hogy nekem személy szerint mindjárt, volt diákjának meg egyetlen, nekem iszonyatosan jó volt ezt tanulni, mert ma a diákságot általában véve iszonyatosan sok kritika érkezik a szimpóziumon, hogy nem önállóak, hogy nem tudják eleve, stb. Amiben nagyon sok igazság van, csak azt hiszem, hogy az oktatás teljesen mindent, amit oktatunk, arról is szólna, hogy annak az egyének, aki a diák szeretében van éppen, a gondolkodását segítjük kialakulni, segítjük azt, hogy a személyiségében előre jusson. Most egy művésznél ennek van egy módja, egy művészettörténésznél egy másik, de mondom, maga a dolog, ez minden oktatásban ugyanez. És hogyha én látom egy tanáromon, hogy ő ugyanúgy ember, és látom az ő gondolkodási folyamatát, az engem sokkal jobban segít adott esetben, mint hogyha ő X tényt elnyugál. És tehát, hogy én ezt ilyen pozitív tényt gondoltam a szüke tanárként. Ennyi. Jó, akkor egy tudnék mondani, ha nem haragosztok, de csak egy mondat. Én korán sem gondolom azt, hogy a művész és a művészet történész gondolkodás mondja között olyan végzetes szabadék lenne, mint az ezt itt eltűnvelezitek. De ez maradjon akkor egy költői kérdés, egy költői felvetés, és beszéljünk máskor, de én ezt nem érzékelem. Jó, akkor... Egyszer szívesen kifejtem. Köszönjük a részvételt, holnap 1 órakor folytatódik, és holnap 6 órakor újból kerekasztal beszélgetés. Az ELTE Művészettörténeti Intézetében. Ezt nyilván mindenki, aki itt van, tudja, de talán vannak olyanok, akik tegnap nem voltak itt, hogy nem tudják. Ezt azért hangsúlyozom szándékosan túl, mert ezt egy nagyon, nagyon értelmes, pozitív és bíztató kezdeményezésnek tartom. Pontosan azért, tegnap részletesen kifejtettem, most nem megyek bele, hogy olyan kérdésnél fölvetve, aminek a rendszerváltás után többször nekifutott, ahogy tetszik, a művésztársadalom és a művészettörténésztársadalom, vagy az elméleti kutatók,
És talán most pontosan azért, mert hallgatói kezdeményezésen jött ez létre, és a konferenciáknak a pozitív kicsengése azt jelzi, hogy talán most picit túl tudunk ezen lépni, és a egyébként számos bajt és nem tudom én, lelkibetegséget, amivel mindenki rendelkezik, azt el tudjuk felejteni, és ami érdemes irányba tovább tudunk lépni. A decemberi konferencia azzal zárult, hogy az akkori moderátor Régi András azt mondta, hogy ő magát is meglepte, hogy két napon át gyakorlatilag 2-8 órában a hallgatóság és az előadók nagy része ott volt, és egy élő, értelmes párbeszéd, vita alakult közöttük. Ezt szeretnénk nyilvánvalóan folytatni, és reméljük, hogy ezután, mert ez a mai az utolsó nap ennek a kétnapos rendezvénynek, lesz még alkalom hasonló rendezvények megtartására ezt a mi tanszékünk messzemenően távolítja. Mindig szintén nagyon fontos, hogy ebből, tehát a vívó alapítvány és ennek a konferenciának a mondjuk azt, hogy a Boldvara, vagy a Szőke Anikó vezetésével a hallgatók elkezdtek egy nagyon komoly szertágazó kutatási tevékenységet folytatni, aminek az intermedia tanszék a mondjuk azt a centrum és a témája, és ez is egy nagyon komoly és értelmes előrelépés abban a helyzetben, amit ugye mindenki a saját szavaival már leírt korábban, és amikor szinte mesterségesen elidegenítették, szembeállították egymással az úgymond művészeket, az úgymond elméleti emberekkel, művészettörténészekkel. Ez nagyon könnyű, hogy mondjam, elítélni. A gyakorlatban ugyanakkor nagyon nehéz olyan lépéseket találni, amivel ez a szerencsétlen gyakorlat ez megszűnne vagy átalakulna. Tehát a mai, amit nagyon fontosnak tartok, és ezt tegnap elfelejtettem kihangsúlyozni, hogy elkészült egy kétoldalas összefoglaló, ezt tegnap, akik itt voltak, a székeken megtalálták, itt papíreimat majd fogom rendezgetni, és még néhány példány nálam megmaradt ebből. Tehát akinek például most nem lenné ilyen a kezében, akkor ez az gyorsaság, az mindig. Utána nézem, hogy szétpakolom. Most a lényeg az, hogy ezen az összefoglaló lapon megtalálják mindenki azokat a témákat, amikkel az előző konferencia, szimpózium foglalkozott. Szeretnénk ezeket a témákat tovább is szem előtt tartani, és hallgatói hozzászólások talán esetleg segíthetik az előadókat és a vitázókat abban, hogy ehhez a tematikához tartsák magukat. Még három példány találtam, hát olyan egyetlen egyetemesek, hogy ott is. A mai napnak a menete az gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a tegnapi nap, előadások lesznek egészen 6 óráig, és akkor a itt lévő előadók és a beszélgetés, amelyek hívottak, egy kerekasztal beszélgetés. A szünetet kérésre tartunk, fogunk egy hosszabb szünetet tartani. Itt ebben a mellék oldal helyiségben lehet vizet, rövidesen kávét és némi ennivalót találni. A dohányzásra a teraszt javaslom mindenkinek. És az első előadó ma Rényi András, művészettörténész, esztétikai tanszék tanára, és az előző konferencia moderátora, tehát kolléga. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, először is megköszönöm a meghívást.
sok szempontból érintett érzem magam a témában. Részben azért, mert ugyan művészettörténészők hivatásomnál fogadni, én a művészettörténet tanszéken tanítok, és azért a művészettörténet. Tehát az a probléma, hogy a kortárs művészetet hogyan kell a művészettörténet oktatásába integrálni, az nekem nem probléma. Másfél azonban, mint kortárs művészettel is foglalkozó ember, akinek órákat kell tartania, és erről valahogy beszélnie kell, mégiscsak problémám, valami módon dolog nem megkerülhet rossz az én számomra sem. Én az átmenet, a permanens átmenetnek ebben a nagyon termékeny káoszában élek, hogy tudnélik a két tudomány területnek a határán kell, hogy mozogjak. A munkahelyemben az esztika tanszéken, egy filozófiai tematok, akkor beketárult előzik, ezt megállapította, egy filozófiai disziplina. A filozófusok számára túlságosan kötődöm a művészeti vagy művészettörténeti MBA-hoz, a művészettörténészek számára pedig túlságosan elszálltam a teória felé. Én nem gondolom egyiket sem, hanem azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jó helyen vagyok. Jól érzem a pozícióban, egy nagyon tehát úgy érzem, hogy nagyon sok minden kiadnálóban lehetőség van a két disziplina közös művelésében. És majd ennek röviden szeretnék élni is. Van egy másik termékeny, kaotikus képlékeny valami, ez pedig a kortárs művészet és a nem kortárs, de a régi vagy a hagyományos, vagy a történeti művészet és a kortárs művészeti átmenetben a problémája. Amellett fogok érvelni, hogy ennek a különbségtételnek nincsen túl sok értelme. Azt gondolom, és erre szeretnék majd a végén kifutni, hogy a mai művészettörténet, vagy a művészettörténetnek az a módja, amit én szeretnék művelni, az annak nem kell ezt a különbséget különösebben. Részben azért, mert az elmúlt korszakokra is a járáspontjából látunk rá, részben a jelenre is valamit látunk. Rálátásaink vannak itt és ott is, ezeket a különbségeket nem érdemes túlságosan kiélezni. Amit elmondandó vagyok, az tulajdonképpen két dolog. Az egyik az, hogy röviden gondoltam, hogy nagyon röviden az áttekinteni a művészettörténet, mint tudomány történetében miféle tipikus viszonyulások alakultak ki a művészettörténészek, mint tudós tudatok és a kortárs, az ő saját kortárs aktuális művészetek között. Ez a kérdés azért reális kérdés, mert a voltak éppeni probléma miatt egyáltalán szimpozimokat érdemes erről tartani az, hogy a művészettörténet az egy tudomány, egy tudományos diskurzus, a kortárs művészet az pedig ami másfajta diskurzus, és a kérdés az, hogy a tudomány hogyan tud kezdeni egy olyas valamivel, amit jobb hiány nevezünk művészetnek. És a viták azzal kapcsolatosak, hogy mennyire tudja a tudomány saját magas tudományos tárgyá változtatni a kortárs művészetet. Nem evidens, hogy ezt hogyan kell megcsinálni. Most azért gondoltam, hogy egy nagyon gyors tudománytörténeti áttekintést a művészettörténet nagy paradigmaváltásairól fölrajzolnék, hogy mert azt gondolom, hogy az egyes művészettörténeti paradigmák között alapvetően az egyik lényeges paradigma alkotó különbség az a kortárs művészet, az a mindenkori kortárs művészethez való visszamenet a problémát. A művészettörténet, mint tudomány, mint szigorú tudomány, mint szigorú kritikai társadalomtudomány, mint ténytudomány a 19. század utolsó évtizedében született. 1893. Alois Riegel Stilfreiheit című könyve. Ez tekinthető az első voltak mint meg szigorú értelemben tudományos munkának a művészettörténeti írásban. Legalábbis én így gondolom. Természetesen nem azt jelenti, hogy előtte nem írtak volna művészettörténetről, hogy Vasari, vagy Bellori, vagy Winckelmann, vagy Schnaase, vagy Burkhardt, vagy nem tudom, hogy kit mondjak még,
ami az ő művészettörténeti munkái ne lennének nagyon érdekes, nagyon fontos hagyomány a művészettörténeti tudományos gondolkodásnak. Mégis a szigorú értelemben tudomány a Rigüllel kezdődik. Mit nevezek szigorú értelemben tudománynak? Rigüll alapítja meg az első művészettörténeti paradigmát. Stílustörténetnek lehet ezt a paradigmát nevezni. Ez azt jelenti, hogy olyan típusú tevékenység, olyan típusú programnak a fölvázolása fűződik Rigüll nevéhez, ami a művészettörténész tevékenységének a teljes spektrumát megpróbálja egységes rendszerre értelmezni. Tehát rákérdez arra, hogy mi a művészettörténésznek a tárgya. Erre vonatkozóan ad egy hatalmas definíciót, hogy mi tartozik a művészettörténet körébe, mi az a művészettörténész, akinek különböznie kell az irodalomtörténésztől, a társadalomtörténésztől, a tudománytörténésztől, a zenetörténésztől, vagy kis egyebektől. Tehát a szakma tudományos autonómiáját kell, hogy megalapozza, így pontosan tisztában ezzel. Tehát egy olyan rendszert kell felállítani, amely egyértelművé teszi, hogy ennek a tudományterületnek, a tudományterületet művelőnek mivel kell foglalkozni. Tehát ez a reflexiót igényel arra vonatkozóan, hogy mi a tárgya, arra vonatkozóan, hogy mit kell csinálni a művészettörténésznek, mi a tényleges tevékenység tartalma, melyek egy tudományosan vitaképes álláspont megtételének a formai feltételei, tehát mik egy kijelentés verifikálásának vagy falszifikálásának a normái, amely mentén tudományos vitákat le lehet folytatni. Egy sor olyan reflexiót találunk Rigüllnek a munkásságában, amely megpróbálja ezt a tudományterületet, mint önálló, önerdő, sajátos kutatási terénumot preparálni. És még egyszer mondom, ez nagyon fontos, hogy ez összefügg ennek a tudományterületnek az autonómia törekvésével, hogy önmagát, mint saját lakos tudományt határozza meg. A művészettörténetnek le kell szakadni az Rigüll programja, le kell szakadni a filozófiai esztétikáról, normatív esztétikáról, normatív filozófiai megközelítésekről, le kell szakadni az általános kultúrtörténetről, le kell szakadni a társadalomtörténetről. Történettudománynak kell lennie, de sajátosan a művészet történettudományának. Ehhez azonban Rigüllnek definiálni kell, mit nevez művészetnek, mik azok a tárgyak, amelyek az ő tevékenység körébe tartoznak. Most ezt nem fogom ezt az egészet végrehozni, mert nem ez a tárgyam, csak azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon lényeges dolog az, hogy lássuk. A modern művészettörténet a múzeum intézményéből született, Rigüll múzeológus volt. És a múzeumnak az a sajátossága, hogy a régi Kunst und Wunderkammerekből származik, nagy zavaros, gazdag gyűjteményekből, tárgyűjteményekből származik, melynek az a tulajdonság, hogy nagyon sokféle tárgyat gyűjtöttek. Különböző funkciói tárgyú, technikájú, tematikájú, végtelen gazdag kézművességtől a természeti kincsekig mindenféle fajta érdekes tárgyat gyűjtöttek. A művészettörténet akkor kezdődik, amikor ebben a gyűjteményben egységesítő szempontot próbál találni a muzeológus. A stílustörténet azért válik a művészettörténet szigorú értelemben a művészettörténet tudomány első paradigmájává, mert ezt a szempontot a stílusban találja meg. Minden, aminek van stílusa, az részese lehet a művészettörténeti a tárgya lehet a művészettörténészi. Most, hogy mi a stílus, most hagyom menjek bele, a lényeg az, hogy végül egy sor formális kritériumot talál arra, hogy mit az az elemek, amelyeknek megadott kombinációja mellett a műalkotások stílusa elkülönítő. Képzeljük el a következőt. Van egy oltárkép, egy oltárképnek erről ezerféle dolgot tudható. Tudható, hogy mikor rendelték meg, hová jutották fel, milyen témát dolgoz fel, vagy milyen témákat dolgoz fel, milyen időműködés funkciója volt, miféle technikával használt végtel, miféle anyagokból kreálták, ki csinálta, hol csinálta, azt voltam, ezerféle dolgot lehet tudni egy oltárképről. Ez mind olyasmi értékes tudás a művészettörténet számára, de nem a művészettörténet voltaképpeni tudományos feladatához tartozó tudás.
ehhez a művészettörténésznek preparálnia kell azt a tudásnak azt a szeretét, a műalkotásnak vagy műtelenek azt a vonatkozását, amivel a művészettörténésznek dolgoznia kell. És ezt Riegel a stílusban határozza meg, magyarán meg kell találni azokat a kvalitásokat ezen a tárgyon, amelyekkel elsődlegesen a művészettörténésznek foglalkoznia kell. És ezeket a kvalitásokat Riegel a stílus olyan alkotó elemekben találja meg, mint sík, forma, szín, tér, tehát ilyen teljesen formális, egészen sajátlagosan, szigorúan, kizárólag csak a képzőművészeti formaoktatásra vonatkozó tulajdonságai a tárgynak. A végtelen heterogén tárgyépítésből ki kell válogatni azokat az elemeket, minden tárgynak azokat a vonatkozásait, amelyek ebbe a szigorú mátrixba beleférnek. Minden tárgynak van stílusa, ha van stílusa, akkor stílustörténetek vizsgálható, de a stílustörténeti vizsgálatnak az a feltétele, hogy ezt a közös nevezőt minden tárgynál meg kell találni. A művészettörténész tehát azt csinálja, hogy miután a tárgyat beazonosította, datálta, attribuálta, rögzítette, mint történeti objektumot. Miután ezt elvégezte, ezután jön egy következő lépés, hogy meg kell csinálnia a stílus történeti besorolást. Le kell írni a műalkotás stílusát, mint egy képletet. A stílus alkotó elemeknek valamilyen kombinációja. A stílusok ez a spirális mátrix, amit Riegel felrajzol, lehetővé teszi, olyan elvont, hogy lehetővé teszi bármilyen tárgynak, bármilyen fajta korszakban tekintve, bármiféle tárgynak egységes normák szerint egymásra való összehasonlítását. Riegelnek az a tudományos eszménye, hogy egy antik egyiptomi sztélét egy modern impresszionista festménnyel egységes fogalmi rendszerben lehessen tárgyalni. Holott a két tárgynak semmi köze egymáshoz voltak éppen a történeti realitásban nincsen. Mégis a stílus történet abban az eszméből indul, hogy ilyen lehetséges, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy van, és hogy van a stílusoknak van egy olyan terénuma, amelyet senki más, kizárólag a művészettörténész tudhat tudománytárgyként feldolgozni. Arról a bizonyos oltárképről, vagy a sztéléről, vagy az impresszionista festményről még ezer más vonatkozásban lehet értelmesen tudományosan beszélni. De a művészettörténész, mint szigorú tudós, csak stílustörténeti alapon beszél róla, ez az igazi művészettörténeti feladat. Most ebből az következik, illetve ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy ki kell dolgozni a stílus alkotó elemeknek azt a mátrixát, azt a fogalomrendjét, vagy azt a típustanát, vagy azt a taxonómiát, minek nevezzen, ez egy leírható valami, amelynek a segítségével elvben minden műtárgynak ez a stílusképete beazonosítható. A mélységnek, a síkszerűségnek, a plasticitásnak, a színek használás, és van néhány ilyen szempont, amelyet pedig tegnap a Beckhardt hivatkozott a Paul Frankl-nak a művészettudományi film, az tulajdonképpen egy ilyet próbál meg megcsinálni. Tehát egy olyan egységes, formális rendet, amelyen belül bármiféle műalkotásnak a képletbe rendezése és egymással összevetése lehetővé. Most miért fontos ez? Azért fontos ez, mert hogyha van egy ilyen, a kezünkben egy ilyen eszköz, egy ilyen közös nevezőre hozó eszköz, akkor a műalkotások történeti sorokba rendezve, szigorú történeti sorokba rendezve, egymás mellé rakva, bizonyos értelemben a stílusnak a története leolvashatóvá válik. És Riegel ebben bizott, hogy ez lehetséges. Tehát képzeljük el a művészettörténészt, aki rengeteg fél különböző tárgyat egymás mellé rak, szigorúan megnézi, hogy mi mikor keletkezett, és azt mikor és mi hol keletkezett, ezeket egymás mellé rakja, és majd ebből a csőlátó művészettörténészi, tehát stílustörténészi szemmel végig tapogatja a teljes műtárgyanyagot. És előtte van a stílustörténet. Riegel abban bízott, hogy az elképzelés, hogy a művészettörténésznek a dolga az, hogy minden egyes műalkotásnak a stílustörténeti helyét határozza meg. Tehát a műalkotásokat helyként definiálta egy egyetemes történeti folyamat. Most ebből az is következik ebben a logikából,
hogy a kortárs művészet ugyanazt csinálja, mint a középkori vagy az egyiptomi vagy az őskori művészet. Következésképpen a kortárs művészetnek ugyanúgy van stílusa, vagy lehetséges stílusa, mint bármilyen másnak. Ergo a művészettörténésznek nincsen semmi problémája a kortárs művészet interpretálásánál. Mi az interpretálás? A hely meghatározása, a beillesztése folyamatban ugyanúgy megtehető, mint bármilyen más ország esetében. Pedig igazi pozitivista, historista volt, úgy képzelte, mint ránk a német historizmus nagyatya, hogy ahogy Ránke fogalmazta, hogy minden korszak egyformán közel van Istenhez, Régül is úgy gondolta, hogy minden művészettörténész egyformán közel van minden műtárgyhoz, azaz minden műtárgyhoz egyformán közel és egyformán távol tud tőle lenni, magyarán meg tudja őrizni azt az objektivitását, az olvasásnak a képességét, és egyszerűen a történeti behelyezésnek ezt a képességét. Van még egy elem, amit ehhez hozzá kell fontos hozzáfűznöm, az az, hogy Régül nem állt meg ennél a feladatnál, tehát hogy a művészettörténész ezt a bizonyos egységes rendszert konstruálja meg, illetve működtesse minden műtárgyal kapcsolatban, hanem ő azt is a művészettörténész feladatának szabta, hogy adjon magyarázat arra, hogy miért történik a stílus miért változik. Mi az, ami változik a stílusban, és ez miért történik. Most én azt gondolom, hogy magyarázat arra, hogy ez miért volt, ez a bizonyos Kunstwolle elmélet, és annak a módszertani helye ebben a paradigma elemzésben nem más, mint a stílustörténeti magyarázat elve. De ilyen magyarázat a stílustörténetben nagyon sorolható, és ezért én úgy gondolom, hogy a stílustörténeti paradigma, amit Riegel létrehozott, az nagyon sokféle stílusmagyarázatot tesz lehetővé, és mondjuk Max Dvořáknak a szellemtörténete, vagy mondjuk Antal Frigyesnek a szociológiai művészet története, vagy mondjuk Hauser Arnoldnak a szociológizáló szellemtörténete tulajdonképpen mind stílustörténetek, tehát még egyszer értsük meg, arról van szó, hogy van a műtárgyaknak egy stílus, amelynek van egy sajátos történetek leírható folyamata, műalkotások helyek ebben a folyamatban, és a dolgunk az, hogy magyarázatot fűzünk hozzá. Csak különböző fajta magyarázatok lehetségesek erre a folyamatban. A stílustörténeti paradigma kb. 50 évig uralta a művészettörténeti gondolkodást. De rögtön a kezdetén, már a 10-es évek elején fölmerült egy új lehetséges kérdésfeltevés, Abi Warburgé, az úgynevezett ikonológiai paradigma kérdésfeltevése, amely ugyancsak jó 30 évvel később a II. Világháború után tudott áttörni és vált uralkodó paradigmában a művészettörténetírásban. Az ikonológiai paradigma azonban valami radikálisan máshogy tette fel a kérdést. Abi Warburgnak volt egy híres előadása 1912-es római művészettörténeti világkongresszuson, ahol közel 30-an vettek részt. De csak azért mesélni, én nem olyan régen voltam a berlini világkongresszuson, ahol 9000-en voltunk. Mutat valamit a tudományi státusának a változásáról. Tehát 30-an vettek körülbelül részt, és Warburg tartott egy előadást, amelyik nagy feltűnést keltett. Ugyanis ő azt csinálta, hogy vett egy Quattrocento korabeli emléket, a Ferrari Palazzo Schifanoiának a mennyezetfestőit 1467, Francesco Cossa nevű kismesternek a munkájáról van szó, és ezeket elemezte ott a konferencián. Warburgot egyáltalán nem érdekelte a stílus. Az ő szövegében nincsen szó térről, meg klasszicitásról, meg természethűségről, meg ilyesmiről, semmi ilyesmiről nincsen szó. Warburgot az érdekelte, hogy mi az úristen ez a titokzatos zagyba, valami, ami oda föl van festve, az a Schifanoia mennyezetére. Ezek hónapában, ilyen asztrológiai hónapáblázolásokról van szó, tökéletesen érthetetlen titokzatos kéknyelv. Ő maga úgy fogalmazott ebben a tanulmányában, hogy egy képrejtvényt akar megfejteni. Na most óriási különbség van, hogy én egy képrejtvényt akarok megfejteni, vagy egy tárgyat, tehát egy tárgy által föltett rejtvényt akarok megfejteni, vagy egy tárgynak valamilyen fiziognomiai tulajdonságát, a stílusát akarok történetileg elhelyezni. Ez két teljesen különböző kérdés. Most nem akarnék belemenni a nagyon hosszas tarolásába, mert lehetne.
De igazából azt akarom ezzel mondani, hogy a kérdés mi a kérdésre és valódi radikalitás, valódi újdonsága. Ez az újdonság az, hogy Warburg egy elmúlt korszak műtárgyát, adott esetben az kifanolja a freskóit, mint jelenbeli néző nem érti. Odalép, most én nagyon leegyszerűsítem, a szövegtel persze nem így jelenik meg, de azért így ezzel a logikát akarom csak az egésznek rekonstruálni. Tehát, hogy odalép egy mű elé, és a művet nem érti. Úgy értem, a mű titokzatos. Ugye a stílusra az a helyzet, hogy a stílus nem lehet nem érteni. Hiszen a stílusnak pont az a lényege, hogy úgy van preparálva, és Mátész úgy van kipreparálva, hogy ez mindannyiunk észlelő képességek, észlelő kapacitásához van szabva, valami egyértelműen antropológiai képességünk az, hogy síkokat és tereket tudjunk észlelni, és ezért a stílus a műalkotásnak evidens tulajdonsága, valami esztétikai, valami empirikus tulajdonság, az valami olyasmi, ami egyszerűen ráthat alatt áll, nem tudnak mások lenni, mint amilyen stílus. Nem tud más stílusuk lenni, mint amilyen van nekik. És valami evidencia, valami közvetlenség, és ezért a néző minden további nélkül érti és észlelő valami síkbeli vagy térbeli. És ezen alakult Rivinek az elképzelése, hogy a régi műalkotásokat nem jelen valóban tudjuk tenni ebben a közvetlen észlelésben, mint a kortársainkat. Warburg azonban egész más talál. Warburg azt találja, hogy a műalkotás az egy... Pontosan mondom, Warburgot nem érdekli ez a tulajdonsága a műalkotásnak. Őt a műalkotásnak a jelentése érdekli. A jelentés azonban olyas valami, amit a műalkotások nem hordoznak ugyanolyan közvetlenséggel, mint a stílusokat. A műalkotások jelekként lépnek elé, amelyeknek a jelentését elfelejtettük, amelyeknek a jelentése hiányzik. Később, Warburg, most itt nem akarnám részletezni miért, Warburg nem tudta igazából paradigmával fejleszteni a technológiát, ennek sok oka van, de viszont volt neki egy nagyon fontos, hát tanítványt nem mondanám, de munkatársa, Erwin Panofsky, aki később csatlakozott a Warburg könyvtárához, aki a 20-as években már, aki megértette, hogy a Warburgi kérdésfetelés az paradigma után kívánkozik, vagyis a Warburgi kérdésfetelésből teljesen újra kell gondolni a művészettörténész dolgát. Panofsky ezt a munkát el is végezte, és azért hivatkoznék rá, mert őnál sokkal tisztában látszik a voltaképpeni probléma. Na mi a probléma? A probléma az, hogy az utókor embere a műalkotásokkal nem a múzeum kiterített falain találkozik. Az egy mesterséges mód. A műalkotásokkal, mint történeti létezőkkel találkozni, nem a stílus preparált tárgyakordozóiként találkozunk velük, hanem mint a múlt tárgyaival, mint a múlt üledékeivel. Minden műalkotás emlék. Riegel is használta az emlék szót, ő azonban különbséget tett, kétféle emlék, történeti emlék és a történeti érték és a régiség érték között. Mondván, hogy ugye azt látjuk egy tárgy, hogy régi, és ahhoz van egy olyan sátlagos szubjektív viszonyunk, hogy valami régi. De ezt a művészettörténésznek zárójelbe kell tenni. A művészettörténésznek a történeti értékkel van dolga, aminek semmi köze nincs ahhoz a szubjektív érzéshez, hogy valami régi. Ezt a különbségtételt Panofsky fölírja. Nincs ilyen különbségtétel. A régi műalkotás régi. És mitől régi? Attól, hogy nem mai. Attól, hogy ami benne mai, az valószínűleg nem az, mint ami benne egykor fontos és lényeges volt. A műalkotások ugyanis létrejönnek a történeti, meghatározott történeti szituációban valamikor, mondjuk a Palazzo Schifanoja létrejön a 15. század második felében, meghatározott, egyébként utólag rekonstruáltó állapotok, megadott emberi szándékok, akaratok, kívánságok, igények kielégítésére, az ott létrejön, ott abban a kontextusban, amelyben létrejött, jelent valamit, azoknak az embereknek a számára, akik azt a műalkotást ott abban a világban használják, észlelik, értik, értékelik. Azonban a probléma az, hogy a műalkotások
mint tárgyak így létrejönnek és elkezdenek tovább élni a történet időben, miközben a kontextus, amelyben létrejöttek, az lebomlik körülöttük. A világ megváltozik, az emberek újabb és újabb generációk jönnek, amelyeknek újabb és újabb igényei, újabb és újabb szükségletei támadnak, amelyek már mind csak messziről köszönnek vissza az eredetihez képest, és mire mi hozzánk elérkezik a műalkotás, addigra egy olyan világba kerül be a maga kész formai zárt, zárványszerű mi voltával, amelynek már semmi köze nincs ahhoz a több száz éve elmúlt kontextushoz, amelyben eredetileg, létezett. Ilyen értelemben a műalkotás emlék a saját genezisének az emléke, egy maradvány üledék, a műalkotások üledékek az ikonológiai nézőpontból, amelyek éppen ezért idegenül mozognak a modern világban. És mivel üledékek, mivel a kontextus, amelyből a jelentéseiket egykor megszerezték, elvonult körülöttük, a modern ember számára nincs jelentésük. Nem értjük. De épp az, hogy alapvető tapasztalata az, hogy ennek nem ismerik az ikonográfiát, nem ismerik a fogalmuk sincs, a kortárs művészetnek fogalmuk sincs arról, hogy mit voltak a Cezárék, a ikonológiai kézikönyve mi volt, amelyek egykor valamikor a művészi köztudatnak ugyanolyan elemi részei voltak, mint nem is tudom, ami az, amit nem érzel összevethető volna. Tehát, hogy elvész az a szellemi, kontextuális háttér, amelyből a műalkotások eredetileg a tartalmasságot, a gazdagságot, az emberi fontosságokat megszerezték. Na de mi marad? Hát, hogyha ez mind nincs, akkor mi van? Na ez a polimerizmológiának. Valószínűleg az alapvető élménye, hogy egy műalkotásra közben ránézek egy Tiziano képre, akkor azon gyönyörű dolgokat látok, színeket, formákat, tereket, ezt-azt, figurákat, kifejezéseket, érzéseket, ezekre dolgot, hangotot, mindenféle dolgot észlelek rajta, de vajon az, amit így módon közvetlen befogadóként a jelen álláspontjáról a képben észlel, az vajon az-e, amit észlelnem kell? Vajon a műalkotás megértése, vajon nem a műalkotás megértése a probléma, pontosan azt mondom, hanem a műalkotás megértése a probléma. Vajon nem félreértjük a műveket akkor, amikor csak úgy nézzük őket? Nem tudom, hogy érthető a probléma. Ebből adódik egy nagy feladat a művészettörténésznek, nevezetesen az, és hát ez a valószínűleg egész kommunista művészettörténet írásának a voltak éppeni nagy, hogy mondjam, szerintem mély és igaz pátosza. Hogy hát a művészettörténésznek ebből hivatás adódik. Ugyanis a történelmi idő fölzabálja a múltat. Az idő elpusztítja a hagyományt. És ezért a művészettörténésznek az a dolga, hogy helyreállítsa azt, amit az idő elveszít. Utassa ki az archívumok mélyéről azt, ami egykor eleven tudás volt, de mára a modern világban elveszett, elpusztult, veszélyeztetett. A művészettörténésznek a dolga a rekonstrukció. Rekonstruálni kell az eredeti értelem összefüggést. A műalkotások megértése azonos a műalkotások eredeti értelem összefüggésének a megértésével. A művészettörténés dolga, hogy küzdje le az időtávolságot. Tudatosítsa az eltűnt időt. Remélem, hogy világos ebből a kérdésfeltevés, hogy gyökeresen más kérdésfeltevés. Ugye a stílus történész az azt csinálja, hogy kiteríti a történelmet. Azt mondja, hogy itt volt az őskor, itt volt a jelen, és én egyenletesen végig tudok menni, és végig tudom tapogatni. Minden műtárgy egyformán közel van hozzá, minden stílus egyformán érthető, minden stílus egyformán magyarázható, különböző magyarázatok lehetségesek. Az ikonológus történeti pozíciója megváltozik. Az ikonológus nem egy történeti folyamat fölött áll, mint a historizáló elme bölcs, a mindent birtokló historizáló elmének a bölcsességével, hanem benne áll a történelmi folyamatban. Visszanéz a múltba, és azt látja, hogy a művek jönnek szembe a múltból, és nem érti. És ezért a feladata az, hogy nyúljon vissza a múltba, hajtsa végre a rekonstrukciót, dolgozzon azon, hogy valami helyreállítható legyen abból, ami elveszett. És nem akarnám ragozni, hogy ennek mi köze van az egész 20. századi német értelmiséghez, a II. Világháború, a fasizmus. Szóval nyilván érthető, hogy ennek megvolt a maga történeti, kortörténeti jelentősége,
hogy a művészettörténet, mint humanista tudomány Panofszkinál ezt a feladatot felvállalta. Az egy másik kérdés, hogy Panofszkinak annyira sikere volt ezzel a paradigma alakítással, hogy a II. Világháború után az ikonológia a művészettörténészek mindenki kenyerévé vált, rutin tevékenységé vált, magától értetődő. Ugye, és mit jelent a rutin tevékenység? Az, hogy mindenféle műalkotás, mindenféle szociális kultúrás kontextusra egyformán rekonstruálható, minden érték. Mindegy, hogy mi az, amit rekonstruál, minden rekonstruálható. A vidéki kismesterek, egy magyarországi vidéki kúria kismestereinek a világ is egy világ volt, ott is voltak igények, szükségek, vágyak, tartalmak, ezerféle dolog, amit mind lehet tudni, és ezeket akkor mindig kell is tudnunk. Az ikonológia roppan sikeres, és ha valaki a mai művészettörténet írást végignézi, hogy mi a mai átlagos teljesítmény, akkor azt látja, hogy elképesztő mennyiségben tudni nem érdemes dolgokat. Úgy értem, földolgozhatatlan mennyiségű tudás van, ami mind az archívumok mélyéről származik. Most ezt persze iróniában mondom, ezt tudni nem érdemesebb, mert ez persze érdemes tudni, hiszen mindig akkor derül, hogy mennyire érdemes tudni, hogy valami egy konkrét dolga bele akar, és örülök, hogy vannak már kutatások, amelyek ezt is ezt a dolgot tisztázták a múltban. Mi az ikonológus pozíció a kortárs művészetben? Nyilván, hogy ez egy sokkal mi van esebb viszont, mint a stílus történészé. Az ikonológus a kortárs művészettel paradox viszonyban van, egyrészt, mert ugye pont az a távolság hiányzik, ami az ő tárgya. Pont a rekonstrukciós igény, amely abból fakad, hogy nincs, hogy elveszett a, hogy kutatni kell az összefüggést, ez az, ami a számára nem adott, illetve ez az, amire úgy szokták mondani, művészettörténészek, hogy nincs rálátásunk. Nem elég régi ahhoz, hogy foglalkozunk. És ezért a művészettörténészek az ikonológusok általában elhárítják a kortárs művészetre vonatkozó kérdést. Ez még nem történt, ehhez még nincs közünk, ez még túl közel van, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Szóval, tehát egy ilyen hárító gesztus. Semmiképpen nem érzik úgy, hogy a kortárs művészet esetben ösztönözné őket a munkájukban, amely munka egy szigorú történeti rekonstrukcióként érti meg önmagát. Van egy példánk, én most szövegre is részt, most nem akarom már ezeket előhozni. Az egyik szöveg, amit fel akartam, vagy meg akartam mutatni, hogy hivatkozni rá, az Dvořáknak a Kockák okoskáról írott pici kis cikke, megjelent a Magyar Dvořák kötetben, ami nagyon szép példa annak. Kokoska 920-ban csinált 9 vagy 10 rajzot. Van idő egyébként, hogyha az időre gondolsz. Nem kell bennmaradni. Jó. Nem van végre, rá. Ez egy túl hosszú az egész, tehát nem akarom, és tényleg most nem akarok visszaérni a satulálni, köszönöm szépen. De még a fontosabb dolgokat még ezt még nem mondanám, hogy igazán. Tehát, hogy Dvořák ugye azt csinálja, hogy Kokoska ezt a rajzot, ezt a sorozatot 920-ban rajzolta, ő meg 21-ben ír róla egy bécsi napilapban. Tehát jellemző maga a gesztus is. Úgy gondolja egy művészettörténész, nem ő is akármilyen tekintély művészettörténész, tehát az ókeresztény festészettől, a katakomba festészettől, a manieristákig a jelentékenyebb művészettörténészet tárgyakat dolgoztam fel hatalmas, fontos munkákban. Mégis úgy gondolja, hogy kortárs jelenségre reagálnia kell, és rögtön az érdekessége ennek a szövegnek, hogy rögtön beilleszti ebben a stílustörténeti részjárással, és azonnal van a minutumban kiderül, hogy Kokosnak ez a 10 kis ceruza rajza egy asszonyról, mint egy ilyen variációt formál, variációt egy témázat címe egyébként a sorozatnak, hogy ez maga tulajdonképpen egy 500 éves naturalista fejlődés tendenciának a betetősítése, meghaladása, és akkor elkezd arról beszélni, hogy mi a különbség a Monini 50 éve korábbi szénagógia variációi, vagy a Tiziano, vagy a Michelangelo 500 éve, vagy 400 éve korábbi variációi között, és
Tehát egy ilyen, azonnal egy ilyen hihetetlen nagy történeti tablóba illeszti be a kortárs jelenséget, és ezt a magyarázatot fűz hozzá, hogy ennek az a magyarázata, hogy a modern világ túl van a természet, a panpétrus iránti állítaton, túl vagyunk a természethez fűzött humanista reményeken, és hogy már csak a bensőségben van. Reményünk az új idealizmushoz egy abstrakt dolog lesz. És ezt az abstrakciót a legérdekesebb kielemzi a stílusból, a rajz stílusából, a modorból, a festői, a gesztus, a festői rajznak azokból a közvetlen tulajdonságából, ami ugye a Wigeli logika szerint minden művészetnek a sajátja. Van egy olyan példám, amelyik ahol a másik paradigma, az ikonológiai paradigma képviselője Panofsky hivatkozik egy kortárs művre. Ez is megvan magyarul, a Panofskynak a műalkotások tartalmányozásán nem tartozik a civilizációs tanulmánynak. Az első ilyen nagy módszertani tanulmány, az első tulajdonképpen ilyen paradigma alkotó tanulmány, amelyben arról van szó, hogy hivatkozik Panofsky Franz Marknak, a német expresszionizmus fiatalon elmúlt kiváló festőjének egy képére, a Mambu című képre, ez egy majmot ábrázoló festmény, amely a hamburgi Kunsthalle-ben volt kiállítva, ott szerezték meg, és amikor kiállították, akkor hatalmas botrány tört ki. Hamburg város polgárai tiltakoztak, hogy közpénzeken ilyet hogy lehet vásárolni. Ugyanis a kép a Mondi nevű majmot, vagy típusú majmot ábrázolt, és senki nem látta rajta a majmot. Mind gyönyörű színes általánjánál, Franznak a festészete olyan volt, mindegyen ismerjük, és hát a majmot nem látták le. Na most Panofsky arról beszél ebben a szövegben, hogy 15 éve, amikor ezt a szöveget írja, ez 32-ben, tehát 10 éve a cirkusz után, elült a baj a Mantilő körül. Miért okozott a Mantilő bajt? Azért, mert az emberek nem tudták, nem szoktak még hozzá, nem tanulták még meg, hogy az expresszionizmus az egy sajátos stilális nyelv, és hogy tudjuk, hogy egy Mantilő egy majom, hogy néz ki, hogy egy majom ismert kinézetét, egy stílusnyelv, egy ismert stílusnyelvnek a stilizációja, segítségével egybe lássuk. Mint egy ilyen szintetizáljuk, hogy mit kellene látni, mert ha ezt megtanultuk volna, ha megtanulták volna az első pillanattól fogva, akkor nem lett volna probléma a Mantilő felismerése, és a kép nem okozott volna olyan cirkuszt, mint amilyen okozott. Na most ez azért érdekes gondolat, mert arra utal, hogy Panofsky úgy gondolta, hogy ha valamit nem értünk, valamik az értetlensége problémát okoz, akkor az a megoldás, hogy meg kell tanulnunk, asszimilálnunk kell a saját kultúránkba, a saját rutinjaink közé, meg kell tanulni ezt a fajta látásmódot. Az expresszionizmus is egy bizonyos fajta nyelv, a köznapi nyelv is egy bizonyos fajta nyelv, a naturális nyelv is egy bizonyos fajta nyelv, az ennek különböző nyelveken meg kell tanulni, a kulturálisan el kell sajátítani ezeket a nyelveket, és ez egy tanulási folyamat, pedagógiai folyamat, a megszokás folyamata, a gyakorlás folyamata, a kultúra így működik, hogy az ember működteti ezeket a megszokásait, és folyton alakítja és formálja őket, és ezeket a segítségével minden ismeretlen végig is előbb-utóbb be tud majd kebelezni a számára ismert világba, és így meg tudja szüntetni az ismeretlen tárgyaknak azt az agressziót kiváltó képességét, ami miatt a 19-ben botrány kitört Hamburgban, hogy ugyanis az emberek azért reagálnak agresszíve, mert nem értik, hogy ez micsoda. Ezt azért tartom fontosnak, mert Panofsky azt mondja, hogy a kortárs művészettel nincs dolgunk. Az ikonológus nyugodtan hagyhatja a kortárs művészetet más, vagy későbbi emberekre. A kortárs művészetnek csak egyetlen dolga van, ugyanaz van, ami mindennel, ami idegen, hogy asszimilálnunk kell, hozzá kell szokni. És mindenhez hozzá lehet szokni, mindent meg lehet tanulni. És ha belegondolnak abba, hogy az absztrakt művészet ma mennyire nem probléma, és mondjuk amikor én még egyetemista voltam, mekkora probléma volt,
hát eltelt ahol 30 év, egyszerűen Isten hozzászólt, hogy ez is festészet, ők biztos tudják, hogy mi olyan nagy dolog benne, de végül senkit nagy ér, abszolút kép, senkit nem zavar. Semmiképpen nem vált ki hisztérikus, dühött ellene akcióba. Hát az ember mindent meg tud szokni, az ember egy szokással ad, hát majd ezt is megszokja. Vagyis ezzel azt akarom mondani, hogy az ikonológia álláspontjáról a kortárs művészet bizonyos értelemben nem probléma. Nincs benne mit foglalkozni. Ami benne probléma, azt majd a szokás elintézi. Mivel nincs idődimenziója, mivel nincs az elmúlásnak, a leépülésnek, az idő önpusztításának nincs meg benne, vagy nincs, tényleg nincs ilyen távlata, hogy ezt tudja rajta tematizálni, ezért nincs is valamit mondani. Hogy Palaszkit mennyire foglalkoztat az idő, azt persze sokféle tanulmánnyal tudnám igazolni, ő maga rengeteget foglalkozott az idő ikonográfiával, az egész kronosz ikonográfia, az egész szaturnus ikonográfia, mely életnek a jelentős részét kitette, egyáltalán nem véletlen, hogy ez a probléma ennyire foglalkoztatta. Na most azt gondolom, hogy az ikonológia azáltal, hogy ilyen rutinná vált és ilyen köz, művészettörténeti iparrá vált, és azáltal, hogy ennek folytán elvesztette azt a fajta humanista pátoszát és azt a fajta társadalmi elhivatottságát, ami megvolt még a Panofsky generációjában. A 70-es, 80-as években kialakult egy új művészettörténeti. Nem merem paradigmának nevezni, mert ami kialakult az ikonológia helyén, a posztmodern gyakorlatilag egy időben, az egy ilyen plurális valami, egy ilyen furcsa mező, tegnap a Bekelaci hosszan beszélt róla. És ma az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy ma a művészettörténetnek nincs egy problémahorizontja. Nem lehet azt mondani, hogy a művészettörténetnek ez dolga a stílus története, azt se lehet mondani, hogy a művészettörténetnek dolga a jelentés rekonstrukciója, azt se lehet mondani, hogy a művészettörténetnek van, hogy van olyan, hogy művészettörténet. Maga a művészettörténet, ugye a szóban, hogy művészettörténet, benne van az a narratív felhang. Ugye a művészettörténet az egy, mint minden történet, elbeszélendő. A stílustörténet az nem gondolta, hogy a művészettörténet egy elbeszélendő történet, ő gondolta, hogy a stílustörténet egy objektív, valami fejlődés történt. Azt gondolom, hogy Panofsky is tulajdonképpen úgy gondolta, hogy a műalkotások története, már ő sokkal óvatosabban beszélt ilyen generális művészettörténeti kérdésekről, de hogy a műalkotások története az egy objektív történet. Ma, és ugye minden történet elbeszélhető. A posztmodern paradigmaváltás tulajdonképpen megkérdőjelezi a történetek, a művészettörténetet, mint elbeszélhető történetet. Pontosabban rámutat arra, hogy minden művészettörténet egy elbeszélés, és azt a kérdést teszik fel, hogy ma hogyan beszélhető el a művészettörténet. És erre meglehetősen negatív, vagy szkeptikus választ ad. Ma nem szokás művészettörténet írni. Vannak művészettörténet tanszékek, sokan dolgoznak és nevezik magukat művészettörténeteknek, de művészettörténetet ma kevesen írnak. Sőt, gyakorlatilag csak az amatőrök írnak. Komoly művészettörténész nem vállalkozik arra, hogy megírja a művészettörténet, mondjuk az altamirai barlangtól, mondjuk Marcel Duchamp. És gondoljuk is el, hogy ez elég abszolút vállalkozás lenne. Lehet, hogy az ember középiskolai tankönyvet ír, vagy ilyesmi, akkor lehet, hogy bele vagy mellett, vagy ilyesmi. De egyébként éppen a Becker példája mutatja azt, hogy amikor ő is kapott egy ilyen megbízást, akkor kikerült ezt a falhoz. Az ő egyébként szerintem kiváló művészettörténet tankönyve, az nem művészettörténet. Úgy értem, nem egy elbeszélt történet, nem egy történet elbeszélése. Tehát lehetséges-e olyan művészettörténet, amit nem beszéli el a művészettörténetét? Ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy erre a kérdés most nem válaszolnék. Valószínűleg nem, vagy nem nagyon lehetső, vagy nehezen képzelhető egy ilyen új történetet, egy ilyen új elbeszélés. A művészettörténet elbeszélése is olyan, mint a Lyotard által bírált a nagy Grand Récit. A nagy narratívák, nincs ilyen narratívák. Rilnek volt ilyen narratívája, mert ő azt mondta, bizonyos értelme Hegel nyomdokain,
hogy a művészet története az ember fokozatos szubjektummá válásának a története. Hogy a kezdetén az ember haptikus természeti tárgyakkal manipulál, amelyekhez nagyon közel van, és ahogy megyünk előre a történet időben, az ember egyre jól eltolja magától a tárgyakat, egyre szellemibbé, egyre intellektuálisabbá, egyre optikaibbá, egyre testetlenebbé válnak, és a végén eljutunk az ő jelen idejéhez, az impresszionizmushoz, amikor ez az optikai válás az ő adott szintjén már üdevalhatatlan, már elérte a végső stádiumát. Na most ez egy történet. Ahogy Hegel is elbeszéli a szellem történetét, a szellem miféle alkokon megy keresztül, mire eljut odáig, hogy ott hagyja a művészetet, és még tovább gyalogol a önmaga beteljesedéséig. Ezek mind történetek, elbeszélhető logika. Miért lényeges az, hogy a történet elbeszélhető? Azért, mert csak az a történet beszélhető el, ami valakinek a története. A művészet története, a művészet története. Ez azt kell feltételezni, mert a művészet az valami egy ilyen biológiai lény, egy ilyen papucs állatka, amelynek ugye organizmus, amelynek megvan a tör, születik, kifejlődik, kiépül, ki gazdagodik, bekeverez mindenféle dolgokat, egyre gazdag, és egyre nagyobb, és a művészet történet a végén egy hatalmas, jó fejlett, mit tudom, főemlősként áll előttünk. Egyébként a biológiai metafora egyáltalán nem volt idegen a művészet történet, a stílus történeti paradigma, ott állam beszéltek a stílus születéséről, kifejlés, virágzásról, stílusok elvirágzásáról, új stílusok való átalakulására. Szóval ez az egész biológiai metaforizmus egyáltalán nem véletlen, ez nagyon is rámutott ennek a fajta gondolkodásnak a terület. Ez teljesen idegen volt az ikonológusoktól. Na, tehát a mai helyzetben nincsenek ilyen elbeszélhető történetek. Tehát akkor mi van? Az van, hogy az úgynevezett új művészet történet, hogy az amerikaiak ezt nevezik, az tulajdonképpen heterogén gyakorlatoknak a sokassága esik szét. Azt lehetne mondani, hogy mindenkinek bátran be kell vállalnia egy sajátlagos szempontot vagy nézőpontot, amilyen alapon az ő művészettörténetét művelni fogja. Addig, ameddig az ember ezeket a nézőpontokat a maga számára, mint előfeltevéseket rögtön az elején, hogy úgy mondjam, munkája elején tisztázza, abban a pillanatban a dolog bizonyos értelemben egy szubkultúra kérdés, egy tudományi szubkultúra kérdésére válik. Így vannak, hogy például a feminista művészettörténetírás, létezik feminista művészettörténetírás, amelynek az a tudományos programja, hogy beleereszkedik egy szociális vitába, a művészetek, illetve a nemek viszonyával kapcsolatos szociális vitába, és ebben képvisel egy meghatározott kritikai álláspont. A kritikai társadalom tudománya alapítja a művészettörténet, amely azon nagyon precízen meghatározott horizontja van, ő a gender szempontjából vizsgálja a művészettörténet. Ugyanezért létezik ma már gay művészettörténet is. És a legkülönbözőbb szociális és kultúrás kisebbségek szempontjából lehetséges művészettörténeteket írni. Az ilyen művészettörténet írás azonban abban különbözik minden korábbitól, két paradigmát említettem, hogy nincs univerzális igénye, nem is lehet. Hiszen pont az a lényeg, hogy beleereszkedik egy harci helyzetbe, és pozícionálja magát a meglévő, mondjuk az uralkodó, mit tudom én, a fehér heteroszexuális, nem tudom milyen uralkodó irányba szemben, csinál egy fekete, nem tudom milyen másikat. Tehát a tudományos apparátust bevezeti egy olyan harci terepre, amelyről azt gondolnánk, hogy a korábbi tudományi elképzelésekben nem kedvel. Korábbi paradigmák nem tudták így elképzelni a tudományos tevékenységet. Ezekről most nem szeretnék beszélni, mert én nem ilyesmivel foglalkozom, de még egyszer mondom, hogy lehetséges ilyeneket csinálni, és ma vannak is, és egyre erősebbek az ilyen típusú törekvések. Ez csak annak a bizonyítására mondom, hogy megszűnt az egységes problémahorizont. Megszűnt az egységes az egységes történet, amelyen belül ezeket a problémákat meg lehetett valamilyen módon tematizálni. Most egy utolsó dolgot szerettem volna mondani,
saját pozíciómmal kapcsolatban, hogy tehát akkor mit lehet, hogy én mit szeretek, vagy én mit szeretek csinálni a művészettörténész, illetve mint tanár az az érdemem. Én abba az a paradigma, amiben én próbálok gondolkodni, egy ilyen hermeneutikai, recepcionisztikai paradigma, az tulajdonképpen azt mondja, hogy a műalkotásoknak a műalkotások azok nem műtárgyként érdekesek a számomra, vagy számunkra, tehát nem múzeumi itemként, amellyel egyébként nagyon értelmes és fontos, hogy foglalkozzanak, de nem evolatálnak a számunkra, mint egy stílustörténet számára, aminek van valamilyen művészettörténeti vonatkozása, amely a művészettörténet dolgozik. Nem megfejtendő rejtvény, rekonstruálandó jelentés, hanem elsősorban esztétikai tapasztalat kiváltója. A hangsúly abban a hermeneutikai megközelítésben, amelyet én kultiválnék, nem a tárgyra esik, nem a műtárgyra, mint objektumra, amelynek a stílus tulajdonsága vagy a jelentés a rejtett utalásrendje, hanem a műalkotásra, mint egy esemény kiváltójára. A műalkotás, ahol találkozás, a műalkotás létmódja, műalkotásként való létmódja az esztétikai tapasztalatban realizálódik. Az ember azért fordítja a műalkotásokat, hogy esztétikailag tapasztalja rajtuk valamit. A műalkotások tapasztalat generáló készülékek. És az a kérdés, hogy miféle tapasztalatokat tudnak generálni, illetve milyen módon tudnak egyáltalán tapasztalatot generálni. Ez hogy működik? Ez azonban azt kell világosan látnunk, hogy mi a tapasztalat. És mi ez a bizonyos eseményszerűség, amiről az esztétikai tapasztalatban szól, illetve hogy mi a dolga a művészettörténésznek ezzel az eseményben. Ez két különböző kérdés. Először is az derül ki ebből a kérdésfeltevésből, hogy a művészettörténészt úgy tekintem, mint ugyanolyan esztétikai alany, mint bárki más. Mint művészettörténészek ugyanúgy találkozunk a műalkotásokkal, mint bárki egyszerű, laikus. A nagy kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel a tapasztalattal, amit a műalkotásokon szerzünk. És nekem az a titkos gyanúm, hogy a művészettörténészek sokszor, nagyon sokszor foglalkoznak olyan tárgyakkal, amelyekről nem szereztek esztétikai tapasztalatot. És amiről nem szereztünk esztétikai tapasztalatot, arról nagyon nehéz esztétikailag beszélni. Stílustörténetek lehet volna beszélni, az is egyfajta tapasztalat. Jelentést aztán orvoszában lehet rajta rekonstruálni, minden különös tapasztalat nélkül. De sajátos esztétikai tapasztalatot szerezni az egy különleges feladat, és ezért én azt gondolom, hogy az egyetemi oktatásban is kulcs szerepe van annak, hogy aki kortárs művészetet akar oktatni, először is kortárs művészeti tapasztalatot kell szerezni, vagy szereztetni. Most ez egyáltalán nem olyan egyéves dolog, hogy ez hogy megy. Ugyanis az a probléma szerintem, hogy amíg nincs tapasztalat, addig nincs probléma. És amíg nincs probléma, addig nincs miről gondolkodni, nincs mit kutatni, nincs miről beszélni. Engedjék meg, hogy megosszam önökkel azt a nagyon szomorú tapasztalatban az értemben, hogy nagyon-nagyon sok olyan műelemző dolgozat születik, amely látszólag művekről szól, műveket elemez, mindenféle értékes vagy kevésbé értékes tudást át vagy kevésbé átgondolt és gondolatmenetet tartalmaz a művekkel kapcsolatban, és nincs probléma, amiről szólna. Ugyanis a tudományos gondolkodás probléma megoldó gondolkodás. Amíg nem preparáltam egy problémát, addig nincs mit kutatnom. Kutatni érveket, argumentumokat, tényeket, szempontokat keresek, az a kutatás, hogy a probléma megoldásához van egy probléma, felvetődött, megformuláztam, megformulázok rá vonatkozva egy kérdést, megformulázok rá vonatkozva egy hipotetikus állat, és utána elkezdek kutatni, ami abból áll, hogy argumentumokat keresek, adatokat keresek az archívumban, vagy ahogy tudom, az irodalomban, a hipotézisemnek a
megválaszolása az. De nincs hipotézis, amíg nincs probléma. És amíg nincs probléma, és nincs probléma, amíg nincs tapasztalat. Tehát ezt a logikát nem lehet kikerülni. És ezért gondolom én azt, hogy, az egyetemi oktatás, kvantitásmérszerű egyetemi oktatásnak a kulcs kérdése az az, hogy van-e, létrejön-e, és mi az a bizonyos esztétikai tapasztalat, és hogy tudjuk-e a tapasztalatot problematizálni. Át tudjuk-e fordítani tudományosan érvényes kérdésekké, amelyekre aztán tudományosan érvényes, de legalábbis tudományosan vitatható, valamilyen szempontból kompetens választlehetőségeket, hipotéziseket tudjuk megfogalmazni. Azt gondolom, hogy ez az igazi feladat a kortárs művészet mai oktatása, legalábbis úgy, hogy az én felvétel nézőpontomból adódik. Egy példát hagyd mondjak el, és akkor be is fejezem. 1989-ben jártam, 88-ban jártam Berlinben, még állt a fal. És a falnak a nyugati oldalán láttam a Richard Serrának egy monumentális munkáját. Ez két darab ilyen irodatlan méretű acél lemezből állt, amik ilyen 3-4 centi vastagok voltak, körülbelül 2-3 méter magasak, és körülbelül 7-8 méter hosszúak. Egymás mellett voltak feltve, így az élére állt, akkor függőlegesen állt a két acéllemez, és körülbelül egy embernyi távolságra volt egymást a két lemez. Ráadásul volt az egész egy finom hajlás, egy picit nem merev lemezek voltak, hanem volt bennük egy ilyen finom térjáték. És aztán befelé szűkült, és aztán fölfelé szűkült, ez egy finom játék volt a síkokkal és a térrel. Ez az egész ott állt a berlini fal tövében. A Martin Gropius Bau, nem tudom, hogy ismerje, vagy ismerős a Berlin, mert ott mellette volt ez felállítva. Na most, hogy működik egy ilyen mű? Hogy működik a tapasztalat? És mi a dolgom a tapasztalattal? Én ezt megnéztem ezt a tárgyat, és bementem abba a szűk valamibe, és valami olyan iszonyatos nyomasztó érzés volt a két. Be lehetett menni, ugyanis olyan nyomasztó érzés, hogy bemenni a két fal közé, és pont az, hogy pont olyan széles volt, mint ahogy ugye az ember így éppen elfért benne. Hogy valahogy azt éreztem, hogy ennek köze van, hogy mi az Isten ez a mű. Nem gondolkodtam én korábban ilyen dolgokról, nem értettem, hogy ez micsoda. Ott állt, és bementem, és ilyen furcsa, ilyen rideg, ja is elfelejtettem mondani, hogy ezek ilyen rozsdásodott, elrozsdásodott acéllemezek, tehát ilyen vöröses barna, szóval nagyon durva, nyers, kellemetlen. Szóval az egész egy borzasztó kellemetlen élmény. De az ember belép egy ilyen műve, és megtapasztalja a művet, ami egy nagyon nyomasztó rossz érzést vált ki. És amikor az ember kijön a műből, vagy kijön bele, akkor kezdődik el tulajdonképpen az igazi feladat, hogy ugyanis mi volt ez. Az alapkérdés az, hogy amikor belépek a műbe, ez is speciális térinstalláció volt, tehát itt mondjuk ezt a szószoros értelemben lehet belépésnek nevezni, hogyha az ember egy képet néz, ott is valami hasonló történik. Az ember belehelyezkedik egy műalkotásnak a saját világába, átengedi magát annak valaminek, ami ott zajlik. A kérdés az, hogy történik-e valami. Annak a paradigmának, amiről én beszélek, annak az az alapszabálya, hogy mindig valaminek kell történnie. Ha nem történt semmi, akkor nincs tapasztalat. A tapasztalatnak ugyanis történés struktúrája van. A tapasztalat az nem tudás, a tapasztalat az nem tárgy, az nem valami információ, a tapasztalat az egy esemény, ami megtörténik. És ott abban a közvetlen tapasztalat folyamatában valaminek meg kell történnie, különben nincs miről beszélni. Most
Az, hogy megtörténik-e, annak nagyon, nagyon sok mindenki függ tőlem, hogy mennyire vagyok érzékeny, mennyire vagyok előkészítve, milyen kontextusban találkozom vele, hogy függ, és főként függ a műtől, hogy az mennyire van erre a célra felszerelve, hogy mondjam, hogy van megépítve. Az installáció művészetének az elképesztő elterjedése a posztmodern korszakban megítélésem szerint ezzel függ össze. Az installáció az a műfaj, amely megépíti a tapasztalat terét. Kifejezetten tapasztalat generáló készülék. Sokkal inkább, mint a festmény vagy a hagyományos szobor, de épp ezt akartam volna a tömpen utolsó oldalatról megfogalmazni, hogy pont az derül ki a művészettörténeti szemléletmódnak vagy észlésnek a megváltozásából, hogy azok a művészetek, amelyekről hagyományosan úgy gondoltuk, hogy nem történés alapok, nem performance természetűek, nem eseményszerű természetűek, még a színpad festményeknek, vagy a grafikáknak a megértése is, és a működése is performáló jellegű. Tehát megtörténik. A szobrok is, a festmények is megtörténnek. Nagyon keveset tudunk arról, hogy hogyan történnek meg, de megtörténnek, és ez azért lényeges, mert nem csak a kortárs festőművek történnek meg, tehát ne csak az olyan, ma már persze közhelyes példákra tessék hivatkozni, vagy gondolni, mint Jackson Pollock és a Dripping, vagy a Hartumnak a gesztusai, vagy azok a fajta művek, amelyek a szó szoros értelmében azoknak a történéseknek a nyomait viselik, amelyek létrehozták őket. Hanem a klasszikus művészet műve is megtörtént. Én speciál évek óta Caravaggio festészetével foglalkozom, és meg vagyok győződve, hogy ezt a festészetet nem lehet megérteni csak akkor, hogyha ilyen performatív módon értjük meg a festményt, mint történést értjük meg, nem mint egyszerűen tárgyak, valamilyen ábrázat, valamilyen reprezentációt, valamilyen rögzült, valamilyen rögzült és önmagában álló tárgyat. Utolsó mondatom. Az a címet adtam ennek a kis okoskodásnak, hogy tapasztalat és értelmezés. A tapasztalatnak az a lényege, hogy az emberre olyas, ami történik, amire nem készült. Amit megtörténik a műalkotásban, az meglepetés. Ami megtörténik a műalkotásban, az emberben valamilyen közvetlen reakciót vált ki. Szeretném, a megtörténés mindig közvetlen reakciót vált ki. Az ember megdöbben, megrémül, megrepen, szorongani kezd, nem érti, tanácstalan, tehát minden egy olyan helyzetbe kerül, egy olyan befogadói pozícióba kerül, amelynek a lényege az, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy erőszakos, kényszeres. Értelmezés mindig, az értelmezés mindig kényszerűen lép fel. Kényszerűen arra, hogy értelmezünk, mert nem értjük azt, ami történt, és az ember nem bír meglenni anélkül, hogy ne értené, ami vele történt. A nyitottságot nem bírjuk elviselni, és az ember arra törekszik, az értelmezés munkája nem más, mint az elviselhetetlen nyitottságnak a lezárása. Kísérlet arra, hogy valahogy az értelmi világomba befogjam, bevonjam, és bekeretezzem, és így módon bizonyos értelemben a helyére tegyem, megnyugtassam, bekeverezzem, magamévá tegyem, elsajátítsam, rögzítsem azt, amit nyitott tapasztalat áll értem. Minden tapasztalatnak az a lényege, hogy fáradtlan, az a lényege, hogy kiszámíthatatlan, az a lényege, hogy nem úgy történik, ahogyan szeretnék. És ezért kényszerítő ereje van. Az ember nem azért értelmez, mert szórakozik az értelmezésen, azért nem értelmez, mert nem bír nem értelmezni. És a műalkotásoknak ezért, hogy értelmezési kényszert tudnak gyakorolni a nézőjük felett, a műalkotásoknak ezért hatalmuk van. A műalkotás az esztétikai viszony hatalmi viszony. A jó művek nagy hatalommal bírnak a befogadók fölött. Kibillentik a befogadókat a saját stabil pozíciójukból, rákényszerítik arra, hogy éljék meg az eseményt,
és rákényszerítik arra, hogy amit megértek, amit átértek, azt utólag értelmezzék, vagyis adjanak értelmet annak, amit nem értenek. Amikor én egy forró, a kisgyerek hozzáér a forró kájához, mi az a tapasztalatnak az alap, legelevibb és legprimitívebb példája, ugye abban nem csak az az érdekes, hogy a gyerek hozzányúl is, megégeti a kezét, visszakapja, bőgni kezd, és onnantól fogva többet nem fog hozzányúlni a forró kájához. A tapasztalat struktúrája az is hozzátartozik, hogy mielőtt a gyerek hozzányúlt volna a forró kájához, ami megégette a kezét, már hozzányúlt a falhoz, meg a táblához, meg az asztalhoz, és az nem égette meg a kezét. Tehát azzal a bizalommal nyújt a kájához, hogy ez is olyan lesz, mint a többi volt. Ez az előzetes várakozás határozza meg a tapasztalatnak a váratlanságát. És ezért, amikor az ember megtapasztalja a kályha forróságát, akkor tulajdonképpen arra jön rá, hogy rosszul várakozott. Nem szabad bíznia. Az a mód, az a rutin, amely szerint eddig cselekedett, az nem működik. És ez sokkot idézendő. A forró kéz, az égetés esetében ez durva sok. A művészet finomabb sokkal operál, de sokkal operál. A várakozás csalja meg, és ezért kényszeríti a nézőt arra, hogy ne tegyél túl magát, minden további nélkül ez a sokkal. A sok egy probléma. És hogy most ezt soknak nevezem, vagy a fenséges érzésnek nevezem, vagy nyomasztó hatásnak nevezem, vagy nevetésnek nevezem, mert az ugyanez, csak a másik oldalról. A lényeg az, hogy ezt a valami történt effektust, ezt kell átélni. Csak szeretném hangsúlyozni, a valami történt, az az előfel. Önmagában az, hogy megégettem a kezemet, és ez nagyon fáj, ez nem tapasztalat. Tapasztalat akkor válik, hogyha ezt az eseményt utólag reflektálom, földolgozom, értelmezem, bekeretezem, beillesztem az értelmi világomba, és innentől fogva többet nem fogok adott esetben. És aztán persze az onológiai sámpit, meg műalkotásokat, akkor még nem szoktam megmutatni, mert tapasztalatok egységi adott. Elnézést kérem, hogy túlbeszéltem az időmet. Köszönöm szépen a figyelmet. Reggeltől estig az egyetemen ül, akkor sem lehet megtanulni a művészet történetet, mint tényleg.
mint tudás. Egyetem, mint tények ismeretét, tényismeretet. És mindenki tud ahogy legendákat mesélni, hogy én 5 évig jártam az egyetem, és egy szót nem hallottam X-ről, vagy Y-ról, vagy Z-ről, és biztos fölállóit. És gondoljuk ezt komolyan végig. Nem lehet mindenről tanítani, mert és nem is kell mindenről tanítani. Én meg vagyok győződve, tudom egyetemen nem kell mindent tanítani. Sőt, én még annál is kevesebbet tanítanék, amit most tanítanak. Csak mást kéne tanítani. Például meg kéne tanítani a tudományos gondolkodásnak, a tudományos észjárásnak, a technológiáit. Mint az előbb, de röviden vázolhatsz a kérdés feltevés. Tehát én kérdezni kell. Hát a tudomány alapkérdés az, hogy kell tudni kérdezni. Mert hogyha ha valaki rosszul tesz egy kérdést, arra nem lehet jó válaszolni. A jó kérdés föltevés azonban, hogy mondjam, az egy szellemi feladvány. Azt meg kell tanulni. Az nem úgy van, hogy az empiria megtanul, hogy XY ettől is eddig élt, ilyen és ilyen műveket csinált, és akkor a fejemben van egy lexikon. De azért tartja a lexikonokat, az altárakat, az archívumokat, hogy oda nyúljon, hogyha szüksége van rá. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a részét a tudományos gondolkodásnak ezt egyáltalán tanítjuk. Például szemben az angolszász egyetemekkel, ahol erre kell a hangsúly, és sokkal jobb tudósokat képeznek, mint mi. A megjegyzésem arra volt a dolgozatokkal kapcsolatban, hogy nagyon sok olyan dolgozat születik, amelyik gyakorlatilag nem más, mint egy kibővített lexikon címszó. Tehát valaki elolvas mindent, amit csak lát a valóban, és beleír egy szövegbe, és akkor jó nagy szöveg lesz, a teljes kötelező megvan, és a dolog le van tudva. És amikor megkérdezem, hogy na de most miről szól a dolgozat? Mi volt a maga baja? Hát miért írta? Azon túl, hogy kötelező volt neki valami beadni. Hol a probléma? És amíg egy dolgozatnak a fejlécéből nekem nem derül ki, hogy mi a probléma, onnan addig nem tudom elolvasni az egészet. Ott az így csak zavaros és struktúrálatlan információ halmazt kapok. Ha van egy probléma, onnantól a probléma struktúrája a mondókát. Mert onnantól fogva minden, amit mond, a kérdés ott válaszként, vagy annak valamilyen módosításaként olvasandó, és akkor értem, hogy miről van, és a végén meg tudom, mit én kérem. Megoldotta, szerintem megoldotta, vagy nem. Jól csinálta, vagy nem. Itt és itt hibázik a gondolat, vagy nem. De ezt csak akkor tudom, hogyha a probléma struktúrálta az egész szöveget. Nagyon sok olyan tudományos szöveg létezik, ez nem csak a gondolatok, ha igaz, sajnos a tudományos kutatásnak a minden alapítása. De nagyon sok olyan dolgot születik, aminek nincs tétje. Úgyhogy ezt elsősorban önkritikaként fogalmazom meg oktató felé, hogy ebben a tekintetben nagyon komoly a lemaradás szerintem. A rekonstrukció az kell, hogy legyen egy ilyen hiányérzetem, hogy nincs kontextusom. A kortárs művészetnek pedig ugye van egy olyan tulajdonsága, egyrészt a saját maga folyton megcsinálja a saját kontextusát. Viszont állandóan más-e kapunk, mint a művészet saját kommentárjai, saját reflexiói. Maga az installációt mondta. Az installáció maga arra szolgál, hogy megcsinálja a kontextust. Hogy megteremtse a helyzetet, ahol aztán megtörténik, aminek meg kell történni. Épp az érdekes, hogy ami tehát ez nem egy művészettörténeti probléma. Egy kortárs mű szellemi horizontnak a rekonstrukciója. Annál is kevésbé,
mert ugye, hát most ez egy másik dolog, de nem akarok, nem tudom, vagy érdemesen belemenni, tehát ugye ez az állandó kérdés az, hogy a művészek mennyiben felelősek a saját műveikért. Most a kortárs művészetben van egy ilyen fixa ideán, hogy a művészek azok felelősek a saját műveikért. És ezért kell, hogy teóriával, saját teóriával, saját kommentárral, és ezért is van az, hogy amiről a Bekés Tema beszélt, hogy ugye kialakul a művészettörténésznek egy olyan típusa, aki ilyen házi szerzővé szegődik művészekhez. Ideológiákat kreál a művészek számára, mert szükség van a művészeknek egy ilyen szellemi kontextusra. Tehát nem az történik, hogy rekonstruálja egy kontextus, hanem megcsinálja. Most mielőtt én ironikusan belemennék abba, hogy mikor egy írói hogyan csinálnak Magyarországon 80-as években az új média festészetet, ez egy nagyon fontos szellemi feladat, ami a kortárs művészet létformájához tartozik, de semmi köze a művészet történethez. Tehát az, ahogyan a Lorán kitalálta az új szenzibilitás, ugye, az egy brilliáns intellektuális játék, amely arra szolgált, hogy akkor is ott egy létező magyar festészeti kontextus számára találjon egy olyan ideológiát, amelyben ezek az emberek egymásra találnak, és közösen szellemileg meg tudnak mutatkozni. Ő egy szolgáltató intellektuális. Nagyon fontos, nem tudom, hogy mondom, szolgáltató, csak semmi közben sem részletben. És az, hogy ő emellett még a Korvis Dezsőt egy zseniális fotográfiát, annak semmi köze nincs ahhoz, hogy egyébként milyen szerepet játszott a Vakügyre egy Magyarország rendszerzőkotás, tehát Magyarország rendszerzőjában. Tehát ez különböző funkció. És ez nem rekonstrukció, az egész más. Rekonstruálni azt kell, ami nincs. Inkább az a baj a kortárs művészetnek, hogy túl kontextualizálja saját magát. Túl okos. Túlságosan jó kategóriák. És bizonyos értelemben sokszor, nekem sokszor van az érzésem kortárs művészet kérdésénél, hogy minden kampol. Minden estén. Túl jó. Nincs probléma. Nincs meg az a bizonyos fennakadás. Hoppá! Most ez mi volt? Én nagyon, ez teljesen pragmatikus tanács, én mint befogadó, én mindig arra szoktam figyelni, hogy mikor jövök zavarban. Tehát, hogy mikor érzem úgy, hogy jó így. Ez ilyen hátkozeti recept dolog működése. Szóval ez egy ilyen dolog. És ahol ilyesmi van, ott kezdek el gondolkodni, hogy na, akkor ez most mi volt? Hogy jövök én ehhez? Hogy mi volt ez? És ez nagyon fontos, hogy ez egy utólagos szellemi munka. Ez egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem, mert az interpretációval kapcsolatban nagyon lényegesnek tartok. Hogy ugye ez az értelmezés. Hogy minden értelmező munka azért áll elő, mert ugye valamit nem értek. Amit az ember ért, azon nincs mit értelmezni. Ez a tipikus példa ugye a viccek. Az ember a vicceket megérti, és végig is őrület, hogyha valaki elkezd magyarázni viccet. Ugye, miért kell magyarázni viccet? Mert ugyanis a megértés automatikus. Ez a lényeg. A megértés automatikus. Egy olyan. Magától értetődik, hogy mondani szoktunk. A meg nem értés azonban mindig zavar. Mindig fönnakadás. Mindig támad egy ilyen hiátus, hogy hoppá. A meg nem értés ténye az mindig esemény. Egy műalkotás meg nem értése az mindig esemény. Most a nagy kérdés az, hogy ilyenkor az ember mit csinál? Megpróbál értelmezni. És vajon vannak az értelmezésnek szabályai? Vannak az értelmezésnek normái? Hogy van az, hogy hányféle értelmezés lehetség? Jól értelmezett. Csak egy problémát mondjak, csak fölvetem a kérdést. Ugye óriási különbség van a között, hogy én valamit úgy értek meg,
hogy azt értem meg, amit ő mond, vagy azt értem meg, ami nekem értelmes. És mondhatom, ha a saját értelemköltelésem felközelítek, ami nekem értelmes, akkor lehetséges, hogy csomódott nem veszek észre, amit mondanak. Mert nekem egyébként az úgy értelmes, ahogy mondja, és nem veszem észre, még ezerféle más dolgot is mond, ami egyébként nem volna értelmes. Az értelem elzárja a megértést. Az értelem egyáltalán nem egy evidencia. Ezzel szemben úgy működik, mint egy evidencia, blokkol. Most ezért kell, tehát nagyon lényeges dolog, szerintem, hogy ennek meg kell tanulni a problematizálni. Tehát még amit értek, még ott is kell tudnom dirizgálni. Tehát kérdéseket intézni, a megértetthel is kell tudni kérdéseket intézni. Ez egy ilyen állandó szellemi izgalmi állapot, ami nélkül szerintem ezt a szakmát nem lehet művelni. Ahhoz, hogy meg akarunk érteni valamit, akkor azt is fölfeltételezni, hogy van értelme. Tehát, hogy én inkább ezt a lojalitást, és pontosan a kortárs művészet értelmezése kapcsán ezt irányom, de ezt hova terjed, honnan, hogy lehet előírni azt a lojalitást, ami kiváltja azt, hogy a értés, vagy igen, a értés, igen, értés, igen, nagyon jó, az, igen, nagyon jó az a kérdés, és már fősítem, hogy csak elfelejtettem beszélni, hogy igen. Sőt, azt mondanám, hogy ez, amit a lojalitásnak nevezel, azt én inkább parancsnak nevezném. Azt gondolom, az értelmezés parancsa az, hogyha én valamit nem értek, akkor az első feltételezés annak az kell, hogy legyen, hogy én azért nem értem, mert én nem értem. És nem azért nem értem, mert értelmetlen. Magyarán jó indulatban feltételeznem kell, hogy semmi sincs benne véletlen. Van értelme. Ez egy megelőlegezett bizalom. Minden műalkotással szemben meg kell előlegezni azt a bizalmat, hogy van értelme. Már tudni, hogy lehet értelmezni, lehet majd valamilyen rendszert találni benne. Mi az értelmezés? Az értelmezés nem más, mint egy rendszer föltárása, amelyben az elemek beleilleszkednek, és én értelme egyre, és azon, hogy egy ilyen norma, egy ilyen alapvető, én egyetlen ilyen tartalmi normát tudok megadni értelmezés megítélésnél, ezt úgy nevezem, hogy a koherencia normája. Tehát koherensnek kell lenni az interpretáció. Minél több részletet, minél több részmegfigyelést, minél több történeti relációt, referenciát tudok, reál, valóságos referenciát tudok beépíteni az értelmezésre, amit nem feszíti szét ezt az értelmezést, annál jobb az értelmezésem, annál koherensebb az értelmezésem, annál inkább működik értelmezésként. Ez félkésnehesség. Az értelmezés az értelmezés. Az nem azonos a mű értelmével, én azt nem tudom, sose tudhatom, hogy a műnek van értelme, szerintem egyébként erről nem is érdemes beszélni. A műveknek nincs saját értelmük, a műveknek értelmezései vannak, és az értelmezéseknek van egy vitája. Most azt gondolom, hogy a művészettörténész igazi szellemi terepe az értelmezés terepe, mert az értelmezés terepén lehetségesek a szellemi viták. Ízlések nem tudnak vitatkozni. Értelmezések tudnak vitatkozni. Én rá tudok mutatni egy értelmezésben a ilyen és ilyen inkonzisztenciákra, ilyen és ilyen logikai hibákra, mással ki rámutathat arra, hogy én ezt meg ezt a részletet nem vettem figyelembe, ezzel is ezt hogyan tudnám beilleszteni, és akkor addig próbálkozom az interpretációval, amelyik be tudom illeszteni. Fejlesztésnek, ez erőszaktétel a műalkotása. Minden értelmezés erőszaktétel a műalkotása. De ne féljünk ettől az erőszak. Nem baj az, ha a műalkotásról erőszakot teszünk, mert így élnek a műalkotások. Ha ezt az erőszakot nem teszünk rajtunk, akkor az olyan, mintha nem is létezik. És van egy ilyen közkeletű szó, amit én azt akarok nevezni, hogy belemagyarázzal is. Bizonyára ismerik ezt a szót. Én igazából lelkesen hívelednék. De bizony csak magyarázni kell. Egyébként így is úgy is belemagyarázunk, tehát a dolog nem megy másképp. De ha már egyszer belemagyarázunk, legalább annyit tegyünk meg, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk.
hogy tudjuk, hogy ezt az internetes játékot végezzük, de ennélkül a játék, nélkül a munkám célt van és értem. Még egy kérdésem lenne. Itt a tapasztalatról beszéltél a címre, és szerepel a tapasztalat, probléma, hipotézis. Most talán ez nem is kérdés, inkább egy megjegyzés, hogy mi gondolsz arról, hogy végül is ez a mostani kor, ez arról szól, hogy mennyire lehet tapasztalatokat, vagy mi az a mennyiség, vagy mi az a tapasztalat, amit lehetőleg medializálni, de nem kötelező közvetlenül átélni. Tehát egy olyan tendenciának a részei vagyunk, úgy értünk, hogy van a lehető maximális tapasztalatot, valamilyen közvetett formában kapjuk meg, éljük át, jutunk hozzá. És többé-kevésbé a művészet az, ahol a tapasztalatot nem lehet medializálni. Ez most nem keverendő össze a média művészettel, másról szó, hanem közvetlenül át kell élni, szinte ez az a rezervátum, ahol egyedül a tapasztalatok közvetlen átélhetnek. Erre azt tudom mondani, amit az előbb mondtam, hogy szerintem a tapasztalat az nem, tehát amiről te beszélsz, az nem tapasztalat, én nem nevezem tapasztalat, az tudásnak. A tudásnak ezerféle formát, tudásnak, vagy, tehát hogy mondjam, tehát ugye vannak információnak, vagy nem tudom, milyen más néven lehet inni, vagy tudásnak lehet ezt nevezni, tapasztalatnak, azért nem hangsúlyoztam az, hogy a tapasztalatnak esemény jellege van, nem lehet nem átélni. Megtapasztalás. Így van, amíg az ember nem tapasztal meg, azt nem tapasztal. Azt tudhatja, hát én tudhatom, hogy a tűz forró. Hát ezt tudom is, nem is tudok bele. Mégsem mondom azt, hogy én azért tudom, hogy a tűz forró, mert megtapasztaltam. Hát nem tapasztaltam meg Isten nincs. Az ember rengeteg mindent tud, amit nem kell megtapasztalni. A művészetben közösségem az a varázs ereje, hogy az olyan tapasztalatot tesz lehetővé, ahol az ember biztonságban van. Az a Serra példa, mert ez most ide eszemlődött a Serra egy másik műve, ugyanaz a két irdatlan has cucc, de az úgy van, hogy az egyik le van fektetve, az egy kert pereme volt, le van fektetve a padlóra, és a másik ilyen 3 méter magasságban lóg, föntről van, de befügg. A dolgot úgy kell nézni, azt a saját kommentálja szerint, hogy rá kell lépni erre az alsó lapra, és majd ez azt jelenti, hogy a felső a feje fölött lóg. 25 tonna lóg a feje fölött. Most a tapasztalat azt jelenti, hogy az ember belépve a térbe, és megmondom, hogy jó Isten, ez le fog innen esni. Ezt provokálja ki az installáció. Most ez olyasmi, ami csak akkor működik, hogyha az ember belép ebbe a térbe. És ezt az érzést megszerzi, hogy őt fenyegeti valami. Ez nem olyasmi, amit én tudhatom, hogy az nehéz. A tapasztalat mégis csak akkor jön létre, amikor a szószorosítva a fizikai valóban érzem ezt a fenyegetettséget. De ez egy olyan fenyegetettség, ami művészileg, esztétikailag idézél, és ezért van az, hogy például a Serra művészetével kapcsolatos fölmök. De hát mondhatnék egy csomó más, például a Barnett Newman-t, vagy a Marco Rocco-t, vagy a nem tudom, hogy mondja, a fenséges esztétikai minősége. Az pont erről szól. Egy olyan típusú fenyegetettség, egy olyan kikerülhetetlen érintettség a műalkotás közelében, amely ugyanakkor fizikailag engem mégsem bántalmaz, csak bizonyos éppen egy kritikus helyzetbe hoz, amelyben át tudom élni a közelségnek és a távolságnak ezt a játékát, ezt az esztétikai belépetek az esztétikai térbe, és ott valami megtörténik ez a valami. Aki a Barnett Newman képeit tudja akarja megérteni, hogy elkezdi méregetni rajta a távolságot, meg a centiket, meg hogy viszonyul, hogy arányik az egyik sáv a másik, az nem érti ezt a művészetet. A Barnett Newman képeinek ugyanis az a titka, hogy úgy kell őket nézni, hogy az embernek nincs elég távolság, hogy elhátráljon. Egyszerűen túl nagy. Egy festészet, amelyiket nem tudok átlátni, az fenyeget, az nyomaszt, idegesítő nyomaszt, kellemetlen. És hát, hogy most milyen, az egy másik kérdés, hogy ez ki hogy írja meg, de a lényeg az, hogy a nyomennek az ott van a szándék, amit is mondja, és azért mondom, hogy a kontextus, ez nem kell semmilyen kontextus nekem rekonstruálni, ő megmondja.
hogy ő az Edmund Burke-nek a szabványára gondolt. Hogy itt ezt tessék átélni. Most az érdekes, azt hiszem, hogy az tényleg át tudja ezt érni. A műalkotás működik, csak az nagyon lényeges, hogy ez egy ellenőrzött keretek között esztétikailag működik. Egész más dolog az embernek tényleg a fejre szakad a 25 tonna, mint amikor ezzel játszom. Köszönjük szépen, hát akkor lesz még alkalom, hogy folytassuk ezt a megjelent beszélgetést, pörgünk a dolgó magyarázat. Hát valaki esetében azt a közhelyes megjegyzést, hogy őt talán nem kéne bemutatni a erdéseknek, a Magyar Kezdőszti Főiskolán, ez talán igaz. Ennek ellenére mégis bemutatom, Baki Müller festő művész. Talán a beszélgetésnek lehet egy érdekes témája, ő pedagógiával, művészetpedagógiával nagyon komolyan foglalkozott. Akkor is, amikor ez még igazából nem volt egy semmilyen formában, sem egy kellemes, vagy egy kifizetődő dolog. Emlékszem a saját fiatal koromból, hogy olvastam a te könyvedet, mint egyedüli olyan információforrást, ami egy picit a kornak a nem tudom én, borvénságából, vagy a unalmából, tehetetlenségéből kimutatott. A Imre sokáig tanított az Iparművészeti Főiskolán, és amiatt is, hogy mondjam, egyedülálló, hogy főiskolai tanárként egy bizonyos konfliktus nyomán felállt, és ott hagyta ezt a állást, ami fantasztikus nyugdíjjal kecsegtetett volna, és hogy nyilván ezt is valaki egyszer megkérdezi tőlem, miért tette. Tehát Baki Imre eladási címe, sokoldalú praxis, egyoldalú teória. Hát jó 10 év annak, hogy ott hagytam az Iparművészeti Főiskolát, úgyhogy az én előadói rutinom is oda van, úgyhogy nagyon nehéz helyzetbe érzem magam most Rényi tanár úr után, meg a tegnapi tanár urak rutinos, attraktív előadásai után. Úgyhogy én most itt szerencsétlenkedem egy kicsit, és biztos, ami biztos, leírtam a szöveget, inkább felolvasom, amitől hát még unalmasabb leszem. Az egész, még az a furcsaság is előkerül itt, hogy két szöveget is hoztam, ezek eléggé különböző jellegűek, mégis azt gondolom, hogy ezek kiegészítik egymást. Az első szöveg, és ha megengedik le is ülni, hogy jobban bánok itt a papírjaimban. Az első szöveg az kicsit ordinári provokáció az oktatással kapcsolatosan, mind a művészettörténet tanszék, mind a művészeti egyetem oktatással kapcsolatban. Nem hosszú a két szöveg, ez is talán 10 perc az első, ami hát a terjedel maga jelzi, hogy nem is alkalmas más 10 perces szöveg, mint ordinári provokációkat. A másik szöveg az kiegészíti majd ezt az elsőt, mert hogy itt, amint a cím is mutatja, úgy gondolom, vagy úgy látom, hogy egy nagyon gazdag, sokoldalú praxist, meglehetősen egyoldalú elméleti munka követ. De ez a szöveg persze nem veti föl azt, hogyha én ezt egyoldalúnak gondolom, akkor mik lennének azok a változatok, amelyek kiegészítenék ezt az egyoldalúságot. Úgyhogy a másik szöveget, amit egy kérdével korábban írtam ugyan, de azt gondolom, hogy egy példa lehet arra, hogy a különböző változatok, ami még elképzelhető a jelenlegi mellett, például egy ilyen is mondjuk szóba kerülhet.
Az első szövegben, tehát arról mondanék néhány szót, hogy jó lehet, elég régen kiléptem az oktatás területéről, de hát járom a kiállításokat és olvasom a különböző szövegeket, amelyek megjelennek Intonból, Hongban, Mirtőben, máshol. És én kívülállóként ugyan, meg hát a végeredményből visszakövetkeztetve, mégis szerzek bizonyos tapasztalatokat arról, hogy az intézményekben az oktatás az milyen hatékonysággal folyik. Ha a kiállításokat nézem, akkor abból a szempontból tényleg megnyugtató a kép, hogy nagyon sok mindent látok. Tehát különböző generációk, különböző stílusokban dolgoznak, különböző eszközöket használnak, nagyon sokféle gondolatot vetnek föl. És ez számomra mindig nagyon, nagyon izgalmas, a gazdagság, a sokszínűség. Időnként ugyan fölmerül bennem, hogy vajon a képzőművészeti egyetemen mennyiben egyértelmű az, hogy az intézmény iskola. Tehát iskola, ahol tanítani és tanulni kell. Tanítani, ami tanítható, mert hát nyilvánvaló, hogy művészetet nem lehet tanítani. Meg lehet viszont, illetőleg hát lehet a kreativitás kibontását elősegíteni, illetőleg meg lehet tanítani, és szerintem meg is kell tanítani a mesterség alapjait. És bár egyetértek Szent Jóbi Tamással abban, hogy a művészet az nem kisiparos tevékenység, de abban már nem, hogy a mesterségbeli tudás az nélkülözni lehetne. Én ezt időnként szakmainak nevezem, meg szakterületet mondok, amiért a Tamás egyszerűen nagyon megtolt engem, hogy nagy kérdés persze, hogy hogyan lehet dadaizmust, neodadát, konceptet, neokonceptet, installációt és más a 20. század stílusaira visszautaló adatokat mai változatokban is alkalmazni, kívánó kifejezési formákat oktatni. Ideig igazából egyetlen zseniális pedagógiai módszert láttam, amelyet Szirtes János vezetett be a Diplomőszaki Egyetemen. Szirtesnek a performance, videó, fotó, látványterjedező kurzusaira gondolok. Tehát mindenféle problémák ellenére a művészeti gyakorlatot sokszínűnek és gazdagnak látom, számos tényleg igazán tehetséges fiatal dolgozik, és hát a körülményekhez képest el is ér sikereket ide az esküvőben. Az azonban már régen feltűnt nekem, hogy az elméleti tevékenység nem fedi le ezt a széles skálán mozgó művészeti világot. Most tehát itt persze fölmerül az, amit Beke tanár úr emlegetett, hogy mi mindent várunk el a művészettörténészektől, hát én most a sok mindenféléből, amit elvárunk tőlük, az elméleti munkára koncentráltam ebben a kis szövegben. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez az elméleti munka nem fedi le ezt a rendkívül gazdagságot, és hogyha gondolkodom az okokon, akkor az merül föl bennem persze, hogy valamilyen az eltelt művészettörténeti tanszéke hogyan készíti fel a hallgatókat a 20. század, a közelmúlt és a jelen művészetének átfogó és teljes szakmai tevékenységet lefedő vizsgálatára annak megértésére. Számol ezzel a tanszék, hogy a hallgatóknak csak egy kis része fog tudományos kutatóként elhelyezkedni, jelentős részük intézmények kiállításai vezetőiként, galériák munkatársaiként, vagy szabadúszó kurátorként, a kortárs művészet területén kap majd munkát. Számol ez a tanszék vajon, hogy hogyan fognak a hallgatók megfelelni ezeknek a feladatoknak. A Balkon című folyóirat, a művértő, teoretikus, elméleti cikkeket publikáló szerzői egyelőre úgy látom, ugyanabból a körből kerülnek ki. Úgy művészetről nem beszélek, mert annak a koncepcióját már rég megtettem.
Valószínűleg nem a szerkesztőségekkel múlik, hogy a publikációk, az elméleti feldolgozás a széles skálán mozgó gyakorlatnak csak egy kis sávját emelő ki. A kritikát azért nem említem, mert elméleti bázis hiány, ha azok különböző területekkel is foglalkoznak, hát meglehetősen lakos a kilométer. Nem a szerkesztőségekkel múlik szerintem, viszont ott vannak a szerzők. Elnézést, kénytelen vagyok neveket sorolni. András Edith, Tatai Erzsébet, Timár Katalin, Bordács Andrea, Süvec Emes, Petrány Zsolt, Bencsik Barnabás, sorolhatnám még hosszan a szerzőket, ők gyakran köztudott kurátori munkát is vállalnak. Hogy ezeknek a szerzőknek a gondolkodása nagyon közel áll egymáshoz. Ha ennek a gondolkodásnak a jellegét hát nagyon borombán egyszerűsítve próbálom megfogalmazni, olyasmit mondhatnék, hogy egy struktúralista, talán éppen András Edith hatására erősen amerikai típusú, a politikai, társadalmi, szociális kérdéseket előtérbe állító, és ezt a művészektől is elváró elképzeléset, amelyben fontos szerepet játszik az intermédia és multimédia, és egyáltalán az elektronikus eszközök használata. Az elméleti munka egyoldalúságát látom, tehát sehol nincsenek azok a szerzők, akik egy másféle gondolkodás bázisáról akár vitába is szállhatnának a szemtet, amit tettek. Az is lehet persze, hogy ez a hangsúlyeltolódás csak láncszat, ami abból is eredhet, hogy ezek a szerzők a leghangosabbak, legérdekesebbek. Még akkor is, ha nem mindig látja azt az ember, hogy a kijelentések nagyobb művészettörténeti, esztétika történeti, filozófia történeti összefüggésekben lennének helyezve, nem mindig feltételezhető, hogy a kiemelt kortárs művészeti tevékenységen túl a cikkek íróinak a többiről is lennének napra kész információk. A néhány amerikai egyetem kiadásában megjelent szerzőkön és a sokat idézett Danton kívül olasz, német vagy angol teoretikusok nem igen szerepelnek a hivatkozások között. Lehetséges, hogy az említett hazai publikálók hatásos tevékenység összefügg azzal, hogy nagyon aktív és sikeres a képzőművészeti egyetem intermédia tanszéke. Számos tehetséges fiatal kerül ki onnan, és a tanszék időben megtalálta azokat a művészettörténészeket, akik partnerként segítik őket. A hiányérzetem tehát abban van, hogy a képzőművészeti egyetem más tanszékei miért nem tudják ezeket a lehetőségeket, kapcsolatokat föltárni, így aztán, amit tapasztalom, sok jó képességű fiatal érzi magát egyedül az egyetem elvégzése után, mert nem kapja meg a szükséges elméleti támogatást a munkájához. A jelenség talán azért nem tűnik fel sokaknak, mert az egyedüléken aktuálisnak látszó művészetelmélet és az ehhez kapcsolódó gyakorlat visszaigazolódni látszik Nyugat-Európában is. Mondjuk az elmúlt évi dokumentán, a velencei akertrókon, a Berlin Biennálén, a manifestákon vagy az Ajta kongresszuson. Nyugat-Európa és a hozzá lelkesen csatlakozó Közép-Európa művészete a megítélésem szerint eközben folyamatosan lépés hátrányban van Amerikával szemben. A 80-as évek művészetét a régió teoretikusai csak az expresszív új festészet indokolatlan elburjánzásaként értékelik, és nem veszik észre, hogy egy fontos és szükségszerű kísérlet volt arra, hogy Európa egyes régiói országai a saját hagyományaikra építve, olasz transzavangárd, német új expresszionizmus, stb. Próbálják Amerikával szemben visszaszerezni művészeti pozícióikat. A kísérlet, mint tudjuk, és nem művészeti okoknál fogva csúfos véget ért. Akila Bonita Oliva és Harald Szémán is gyorsan látta a derekát. Európa és Közép-Európa régiónak művészei pedig azzal áltatják magukat, hogy a globális világ internacionális egységén belül elég, ha a helyi témák és motivumok feldolgozásával jelentítik meg a perifériák sajátosságait, nem kell a műveknek vizuálisan is megjelenni másfajta gondolkodást, szellemiséget tükrözniük. Mindenesetre úgy tetszik, hogy Hegyi Lóránt iránti gyűlölet, vagy Sturz tanáról javaslata, miszerint jól gyomorszájon kell vágni az előző generációt, ezt a kérdést nem fogja megoldani. Mint ahogy az egyoldalúság és az európai művészet problémáinak megoldása a szerencsétlenül ötlet sem segíti, hogy az intézmények tevékenységét, lásd kurátor művészet, szembe kellene állítani a galériákban megjelenő művészettel. Megdöbbenve hallottam az által nagyra becsült Péter Lejánától, Műcsarnokban fiatalul az művészek kiállításának megnyitóján,
hogy nekünk kurátoroknak kell megmondani, mi a művészet, és nem a galériának. Egy zárójeles megjegyzés. Ha most arra gondolok, hogy a nem megfelelően kiképzett művészet történész hallgató, kiállítási intézményekben, galériákban, folyóiratoknál, hatalmi pozícióba kerül, és őnek kell megmondani, mi a művészet és ki a művész, akkor ez a szakterületen nézve komoly problémákat lehet felteszni. Petrányi Zsolt is, amikor nemrég Spanyolországban az Arco művészeti vásár mellett megrendezett konferencián járt, majd megtekintette a vásárt is, meglepődve konstatálta, hogy bár a vásár sajnálatos módon nem tükrözi a kurátor koncepciót, mégis épp úgy a kortárs művészet működésének a része. Én tehát a magam részéről azt javasolnám fiatal kollégáknak, művészettörténészeknek kísérjék meg kiegészíteni ismereteiket, vegyék észre, hogy a művészeti gyakorlat és elmélet igen gazdag és sokrétű, és hogy ide az a sok a fehér kort mindkét területen, és ezeknek a kortoknak a kitöltéssel pedig szükségszerű volna, amely feladat fiatal egységekre vár. Tehát ez volna az első közszöveg, és hogy mégis mire gondolok akkor, amikor másféle probléma fölvetést is lehetségesnek tartok, akkor hát egy elképzelés a magam részéről. Az apropót egy Péter Hilli idézett jelentett, hogy megírtam ezt a szöveget egy fél évvel ezelőtt. Péter Hilliről nem tudom, ki tudja, hogy azok közé a kevesek közé tartozik, akik mostanában aktuális geometriával foglalkoznak. Szinte országonként csak egyet-egyet lehet mondani, hogy Hilli mellett, aki amerikai, mondjuk Imitnöl Németországban, Gerhard Rokkánsau Ausztriában, vagy egy fiatal, most éppen nagyon sikeres Sarah Morris Angliában. Ez a szöveg, ez az amerikai és európai művészet viszonyát feszegeti egy kicsit a idézet alatt. Azt mondja a Hilli, ha van egy végső pont, az a halál. Úgy látom, a nagy különbség az amerikai és az európai művészet között az, hogy az európai művészetnek heideggeriánus hagyományai vannak néhány alapvető értelemben. Ezek a létezés halálhoz való viszonyának egzisztenciális kutatásai. A mi amerikai kultúránkban, ha nincs valóság, az azért van, mert eltűnt a halál. A halál már hosszú ideje nincs elismerve, mint szociális kategória, mint említésre sem méltó lett félretolva. Ahogy Andy Warhol mondta, az ember egyáltalán nem hal meg, csak eltűnik. Péter Hilli szembeállítja a posztmodern négyzetet a modernnel, nem csak a modernnel, hanem az európaival is. A Geometria krízise című tanulmányában 1984-ben összeveti a geometrikus misztikusokat, Mondrian, Malevich, Rothko, Newman, valamint a minimalisták semleges geometriáját, a Foucault és Baudrillard által leírt geometriával, amely mindennapi életünk geometrikus rendszerekbe való szorítottságát mutatja. Az elvont absztrakt geometria helyett tehát a szociális társadalmi környezet geometriáját mutatja, és azokat szimbólumként értelmezi. Ehhez hív a segítségül a strukturalista, posztstrukturalista szerzőfilozófusok teóriát. Formalistának, transzcendentalistának tartja a minimalisták képviselőit is, semleges geometriájukat, és innen eredezteti a geometria krízisét is. Őket haladja meg egy új generáció, többek között meg a Hilli is, aki a kemény geometriát, kórház, börtön, gyárak, a puha geometriával, autópálya, számítógép, szoroszkosztat elektronika együtt a társadalmi-szociális helyzet radikális kifejezésére használja. Az alkalmazott tárgyak, például Jeff Koons plexidobozmazár porszívói, ebben a felhasználásban nem rétimédek csak, hanem szimulákulumok, hiperreális szociális szimbólumok. Baudrillard megfogalmazásában
A szimulátum az a hely, ahol a valóság összezavarodik a modellvel. Ez a normák totális univerzuma, digitális tér, oldó világító mezője. A széli esetében azt jelenti, hogy a négyzet, a geometrikus forma a számítógépen kialakított piktogramként egy társadalmi szociális helyzet jelen, ahogy a képszínén is mutatják, cellák vezetékekkel. A börtön, a lakótelepi betonblokk, mint hardware, és a köztük lévő kapcsolatok, közművek, telefon, számítógép, mint szoftver, szimbólumok tehát féli geometriájában. Mindez a 60-as évek Colourfield és Hardy stílusában megfestett. Én ugyanakkor nagyon konkrétan, talán túl didaktikusan is alkalmazza Foucault és Baudrillard teóriáit, mégis nyilvánvaló, hogy gondolkodása tágabb értelemben is poszt-strukturalista, posztmodern jellegű. Még akkor is, a személyes érdeklődésének alkotának megfelelően egy bizonyos problémakört választ csak magának számos mostanában tudományos elemzés alá vett társadalmi jelenségek közül. A különböző tanok, a studies, ugyanis poszt-strukturalista módon széles körben vizsgálják az aktuális politikai és szociális kérdéseket. Ezekben egyértelmű a szakítás a modernista gondolkodás lineáris történelmi szemléletével, a nagy narratívákkal, az egyetlen igazság kimondásának kísérletével. Az ilyen gondolkodás nem csak modernistának tartják a tanok hirdetői, de eurocentrikusnak és kolonialistának is. A centralista kulturális elképzelések helyett a pluralizmus, az egyenrangú kultúrák kollázsát javasolják. Azonban éppen itt merül fel a globális posztmodernizmus néhány értelmezési problémája. Nem csak az a kérdés, hogy a modernizmus projektje befejezetten, mint azt Habermas felveti, vagy hogy az új gondolkodást inkább új modernnek, késő modernnek kellene nevezni, hanem hogy lehetséges-e a posztmodern egységes értelmezés. Felvethető-e, hogy a posztmodern, posztstrukturalista gondolkodás a különböző kultúrákban más-más formát ölt. Miközben ez nem jelent visszatérést a modernizmushoz, vagy az abba való bennmaradást. Tudomásul lehető-e úgy a megváltozott, globalizálódó világ annak különböző sajátosságai? Információrobbanás, tudásgyára, értékrelativitás, kultúrák, kollázsa, stb. Hogy ez közben nem jelent globális egyenruhát, hogy ebben nem egy új nagyhatalmi centrum kulturális sajátosságait általánosítjuk, hanem kísérletet teszünk arra, hogy a globalitás körülményei között is megőrizzünk a perifériák helyi sajátosságait, sőt igyekszünk érvényre szerezni ezek egyenrangúságának. Meglepő, hogy Amerika művészete, melynek kulturális pozíciója a világban és identitásának jellemzői régóta nem kérdésesek, az amerikai művészek és teoretikusok által rendre elemzés alá kerül, vizsgálat tárgya az amerikai és az európai művészet különbsége. Lásd Clement Greenberg kijelentés az American Time Painting, vagy a fentidézett szöveg is erről szól. Az európai művészek azonban, akik a 60-as évek közepe óta kell számolják az amerikai művészet és a mögötte lévő Duchampiános, majd strukturalista, posztstrukturalista gondolkodás viharos terjedésével, nem kísérlik meg saját, modern utáni gondolkodások megfogalmazását. Különös, hogy az európai művészeti szellemi identitás alapjait éppen egy amerikai művész, Peter Healy fogalmazza meg törmelem és egyértelműen Heidegger Jánosnak nevezve azt. Nem célszerű most beleszólni a filozófusok vitájában, hogy Heidegger meghaladta a filozófia történetnek a fizikáit, Derrida szerint nem, vagy a Mihály könyvet írt a posztmodern Heideggerről, mások, amely a fizika dekonstrukciójának Heideggeri kísérletéről beszélnek. Mostanában a legtöbb európai teoretikus az amerikai gondolkodásbe következtében kategorikusan közli, hogy a metafizikának, transzendensnek, spirituálisnak, szakrálisnak fogalmai a kortárs művészetben kapcsolatosan irrelevánsak. Nem hisznek abban, hogy a heideggeri művészet meghatározás érvényben volna a művészet lényege a létező igazságának működésbe lépése. Úgy gondolják, hogy a változó művészetfogalom nem a lét, hanem az élet, a mindennapi társadalmi jelenségek körével van kapcsolatban. Vagyis Hény megfogalmazásával és arról kijelentés alapján itt Európában is el kellene fogadnunk, hogy az ember nem hal meg, csak eltűnik. Felmerül a kérdés, hogy vajon az ember szociális identitása elválasztható-e pszichológiai jelenlététől. Más szavakkal, hogy a társadalmi ember
tagadja-e az elmúlását problémaként felfogó véges végtelen ember. Az európai művészettörténet több ezer éve mindesetre véleményem szerint az utóbbiról szól. Miért feltételezzük, hogy a végességünk annak nem volt, hogy ismerjük a választ Fölvényes László felvetésére, kapjuk az életet, amit nem kértünk, és elveszik tőlünk, anélkül, hogy megkérdeznénk. Nincs szükség a globalizált világ keretei között az erre adagló posztmodern kísérletek. A művészet tényleg csak a pillanatról szól, ez csak akkor lesz igaz, ha a pillanatnak volna csak jelentőség, amikor már tudjuk, hogy az időben akkor maradt a művészeti gondolat, ha az elveszett pillanatnyi aktualitáson túl is marad benne valami, ami örök aktualitás, örök emberi kultúrától, társadalmi, politikai körülményektől független lények, az élet mindig újra létrejövő, majd a semmibe visszahulló örök körforgásáról való tudás. Ez persze metafizika és transzcendencia, de hogy aktualitását veszítette volna. Kétségbe vonható, hogy létezette valaha és abszolút értelembe vett immanens autonóm művészet, még a 20. században többször is beszéltek erről. A művészet mindig tartalmazott művészetként valami, ami túlmutatott rajta, transzcendens volt. Dödünk azt mondja, hogy van vertikális és horizontális transzcendencia. Az egyik a lét, a egzisztencia, a másik az élet, politikai, társadalmi, jelenlét kérdéseivel foglalkozik. Habermas azt mondja, hogy a metafizika után a filozófiai elmélet elveszítette a mindennapok világán kívül eső státuszát. A mindennapok kívülinek explózív tapasztalati tartalmai átvándoroltak az autonómá vált művészetbe. A sikertelen metafizikai ellenmozgalmak után materializmus, empirizmus, pozitivizmus, melyek az elutasítás ellenére és a metafizikai gondolkodás lehetőségének horizontján belül maradtak, a posztmodern filozófiának sikerült csak a metafizika meghaladása, tehát ellenáron átadta a metafizika problémáját a művészetnek. És a művészet ezt ma már Európában sem akarja vállalni, vagy csak a művészek teoretikusok egy része nem. Kétségtelen, hogy Hillis szociális kritikájának, az urbanisztikus valóságnak, a kommunikációs rendszereknek az életükben játszó szerepére való reflektálásnak van indoka. Hogy Jameson által megfogalmazott hipertér egy globális, multinacionális, decentralizált kommunikációs mezőt, akkor is jelen van életünkben, hogy kisan mozdulunk a szobánból. Igaz, tehát a Foucault általi börtönszerű szolgáltság mellett a Baudrillard-féle kommunikációs félrevezetéseken alapuló kényszer is. Lehet mindezek alapján képeket, tapétákat, diagramokat készíteni, Shelley művészete mutatja, hogy a posztmodern gondolkodás keletén belül Hard és Kolodics stílusban kicsit európai típusú transzcendens terek felhasználásával a szociális centrum állító művészetet csinálni. Nem igaz, hogy a metafizikus tartalmat a művészettel és a művészeti jelentés a szép fogalmával, különösen, hogyha ezt retinális izgalomként kellemességet értjük, lennének azonosak. Tudomásul kellene venni alkati kérdés, hogy a művész vagy kurátor a globalizálódó világ keretei között is hova helyezi a hangsúlyt, a lét vagy az élet kérdésekre. Felvethetjük tehát, létezik-e a politikai természetű posztmarxista posztmodernen kívül másfajta posztmodern értelmezés is. Ha a posztmodern jellegzetességet körül megvizsgálunk néhányat, látjuk számos lehetőség merül föl. Mert benne van a posztmodernben az emberközpontú világgal kapcsolatos kérde, az Isten meghalt, mondta Nietzsche. Foucault már az ember meghalt kijelentéssel állt elő. Benne van a nagy elbeszélések, a lineáris történelmi felfogásával szemben, a kultúrát, az értékek tulajdonizmusa, a relativitása. A múlt iránti érdeklődés, a művészettörténet, a művelődés történet, mint manierisztikus, eklektikus, reflexió tárgya szintén posztmodern jellegzetesség. Minden kép alatt egy másik kép van, egy művészettörténeti vagy egy mediális, mondta Péter Leiber. Jelen van a posztmodernben a másság iránti érzékenység, az Európán kívüli kultúrák iránti tolerancia, amelyet nem úgy keletű persze az európai művészetben. Megfigyelhetjük a posztmodern művészetben jelentés rétegezettségeket, ahol a jelentések nem igénylik, hogy véglegesnek és kizárólagosnak tekintsük őket, több értelműek felkínálják a többféle olvasat lehetőségét. A képek gyakran túlburjánzóak, érzékelhetők manipulálók voltuk a kiüresedésre.
sokáig sorolhatnánk még a posztmodern és a posztstruktúrizmus által felvetett gondolatoknak azt a körét, amely túl a konkrét társadalmi, politikai, szociálison, művészeti reflexió tárgyát képezhetik még akkor is, az előbbiek minden kulturális és művészeti tevékenység kereteit jelentik a globalizálódó információs rendszerekkel behálózott világban. De ezek a társadalmi és politikai keretek és életfeltételek nem zárják ki azt, hogy a művészek felvállalhassák a posztmodern gondolkodás és technikák alapján, különösen itt Európában, több ezer éves hagyományokat is felhasználva, a mindennapok világán kívül első problémáit az emberiségnek. Köszönöm. Akivel hatután szeretne beszélni, az nem itt teheti ezt meg, mert annak el kell menni a Károly kertbe, a Vintage Galériába, ahol ma este 6-kor nyílik a kiállítása. Tegnap nyílt, hát... Úgyhogy ma itt tudod lenni. Akkor ma itt tud lenni, akkor ez... Minél tegnap jött retorika. Akkor... Hozzá szabad szólni? Azért. Nem tudom, mert az előző előadásokon nem volt felett, és nem tudom, hogy mennyire szoktak hozzá szólni a többiek. Föl kell állni, vagy ülve? Nem tudom, na. Hát megtisztelem, hogy Győri István vagyok, a Képzőművészeti Egyetemen a kiállításokkal foglalkozom. És azt szeretném mondani, hogy itt ki szedtem pár dolgot az előadásából. Az egyik az rögtön a legelején a szakmai dolgokkal kapcsolatban, hogy a szakmaiságból egy szakmai tudást át lehet-e adni. És nem tudom, hogy itt a művészet oktatásra kapcsolatban szó esett MRR-ről, de ezt a szakmai tudás alapú átadást szerintem mind a mai napig majdnem minden oktató úgy képzeli el, hogy ahogy évszázadokon keresztül ment, hogy a 10 éves gyereket lehet oktatni 20 éves koráig, majd 30 évesen, szóval szép lineárisan oktatjuk minél magasabb szintre. Már szakmaiban, például testészet, technikai, anatómiában, művészetben, például, stb. Na most szerintem ez az alapállás, ez alapvetően megváltozott, ez senki nem veszi észre, olyan, mint hogyha behúgtam volna mindenki szemét, és az életkori igényváltozás, ráadásul az életkorban fölmerülő különbséget a régi oktatáshoz képest, azt nem veszik észre. Mit értek ez alatt, hogy értettem, hogy ha bekerül egy első éves festőadatom, most én főleg festőkről fogok beszélni a képzőművészeti egyetemre, akkor ugye úgy képzelik el itt a festőmesterek, hogy akkor rá kell repülni, minden inkább meg, és ez derül ki az ön mondandójából is, minél inkább meg kell tanítani az alapokra, ugye vászonfeszítés, alapozás, szintas, stb. És leveszik figyelembe azt, hogy ma gyakorlatilag az egész, hogy mondjam, vágy élete egy fiatalnak, az nem feltétlenül a szakma megtanulása. Sokkal erősebben nem az, mint régen. Mert régen sem ez volt, de ma sokkal erősebben nem ez. És én, aki 46 éves évén, úgy tapasztalom, hogy később érdekes módon jobban tanul az ember. Már ezen a területen. Érdekes módon később merül föl a mai korban, hát legalábbis én mai élek, tehát a mai tapasztalatokról beszél, a mai korban, és a sokaknál tapasztalom, nem csak magamnál, és ezt azért mondom el, mert én úgy gondolom, hogy az ide kerülő elsős diákoknak, első-másodéves diákoknak, inkább meg kellene engedni, hogy bármit csináljanak, rosszul akár, tehát szakmailag is akár rosszul, és szerintem
harmad, negyed, de inkább negyed, ötödéves korban lehet jobban hozzányúlni a szakmai dolgokhoz. Erről ez a speciális véleményem. Ez azért hangsúlyozom, hogy speciális, mert senki nem látja. Tehát jelenleg a képzőművészeti egyetemen senki nem látom. Például Molnár Sándor kollégához bekerül valaki festő szakra, akkor ő rögtön első évben úgy fogja fel a festő diákokat, hogy azok még senki. Azok gyakorlatilag még senki, csírák, akikből művészek lehetnek, stb. Mert szépen lassan, minél inkább meggyűri őket az élet, minél nehezebb lesz, minél több tapasztalatot teszek szer, stb. Majd annál inkább filozófiával megezzel, meg azzal, majd egyre okosabbak leszek. Hát ez kiderült a véleményemből, hogy én abszolút nem értek ezzel. Tehát a szakmaisággal kapcsolatban visszatérve erre, hogy szerintem itt egy életkori felborulás van, amit észre kellene venni. És nem biztos, hogy a szakmaiság feltétlenül a főiskola 5 évében jön be. Lehet, hogy később. Ezt akartam mondani. Ez az egy. A másik, amit szerettem volna mondani, az a művészeti újságokkal kapcsolatban, hogy nincs, egyszerűen nincs olyan művészeti író ma Magyarországon, aki szívirányból, vagy a Csepemásékből, szívirányból, például festőkkel írna a cikkeket. Már úgy értem, hogy kortárs festőkkel. Tehát tudjuk, hogy a Szabad Judit ír egy csomó cikket. Szecesszívon, meg erre, meg arra, meg ezt látod, meg azt látod. De az, hogy kortárs festő, na most itt a specializálódás is nagyon fontos, mert én nagyon szívesen olvasnék olyan ember, akiről tudom, hogy körülbelül ezt várhatom tőle. Tehát én nem azt várom egy művészeti írótól, hogy most a kortárs szolgászattól, a kortárs művészet, minden, hanem például a kortárs festészetről, egy speciális területről, szívirányból én a most a Schulz tanár úrral, nem tudom, itt van-e, de nincs, mindegy, én szoktam vele beszélgetni. Nálam, nekem az a gondom, hogy ő ír festészetről, de mindig egy bizonyos távolságtartása, tehát nem az az igazán szívirányból jövő dolog. Én nem tudom, a Pilinszky féle írások valahogy, hogy eltűntek, bár a Pilinszky az irodalmár, de valahogy érdekes annak külföldön van a festészettel foglalkozó ilyen ember is. Ennyit a művészetőségekről. A kurátori szerepről én nekem erre csak egy személyes reagálásom van, hogy szerintem ez már ezzel lett veszítve ez a dolog. Tehát én nekem az a véleményem, hogy a kurátorok hatalom most már teljesen egyértelmű, és ez ellen szerintem teljesen naiv dolog üzenni. Tehát egy művész ma egész ritka esetben tud egy olyan, ha csak ő maga nem lesz kurátor. Szóval ez egy hosszú kérdés, ez csak sajnálattal tudom. Értem a felvetés, de nem hiszem, hogy itt lehet harcolni a téren. És az utolsó, a komolyabb írások kapcsolatban, vagy hogy mondjam, azzal kapcsolatban csak az a véleményem, hogy ugye ez az amerikai filozófia, amerikai művészet látása, életlátása kapcsolatos indításból az európai életfelfogása kapcsolatos összehasonlítás ott, amire csak azt tudom mondani, hogy egy dolog ebből nagyon kimaradt, értem, hogy a művészet területén is mutat dolgokat, geometriai esetén, de a halál érzete kapcsolatosan a fájdalomnak a szava. Tehát maga ez a szó, hogy fájdalom, ez teljesen kimaradt belőle, mert ugye a halálnak a gondolata az mindig ott erősebb, ahol a fájdalomnak a gondolata felerősödik. Na most a fájdalomnak a gondolata, és a félelem, az mindig ott erősödik föl inkább, ahol a tevékenység kevesebb.
Tehát az ember nem annyira lefoglalta. Most az, ez, amit megismertetett ebben, ez véleményem szerint az amerikai társadalomból egy nagyon-nagyon vékony rétegre igazgat, és egy nagyon-nagyon szűk, egész magas értelmiségi és művészeti foglalkozású rétegre lehet igaz, akik az elfogadtságukkal, a tevékenységükkel felül tudnak emelkedni ezeken a problémákon, de azért ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokban is nagyon kevesen vannak, akik az elfogadtságuk és tevékenységüket ilyen értelemben felül tudnak emelkedni. Európában ebben talán nagyobb a tapasztalat. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna hozzátenni, lehet, hogy egy kicsit naív volt a hozzászólásom, de én abszolút praktikus oldalok ezen. Köszönjük. Amit és amilyen részletességgel felvetettél, ez nyilván inkább a délutáni kötetlenebb beszélgetésre vonatkozik. Most azért tartanunk is kell a menetet. Tehát megkérdezem, hogy volna valakinek még az Imréhez közvetlen kérdése. Én akkor azt kérdezem, hogy nem értékelt túlságosan a publikációknak a szerepét egy olyan korban, amikor bármilyen, bárhol az ellenkezőjét is meg lehet írni, és ha valaki ezt szeretné olvasni, akkor megtalálja előbb-utóbb azt a fórumot, tehát nem annyira autentikus már egy leírt szó, egy írás, művészeti írás, mint ahogy az volt régen, vagy látni szeretném. Hát szokták mondani, hogy az létezik, ami a minimumban megjelenik. A többi nem annyira. Ezt gyakorló művészként az ember tényleg sokszor így érzi, hogy dolgozik a műteremben, és hogyha ezt nem veszik észre, akkor egy kicsit olyan talajtalanak érzi magát az ember, hogy valahogy olyan tartalatot tart. Tehát nyilván, hogy szükség van reflexiókra, tehát hogy működik az, amit az ember megcsinált, ennek a kipróbálása, azt hiszem, egy természetes igény gyakorló művészek részéről. És ha egy sor nem jelenik meg soha, az nyilván szakmailag is tulajdonképpen problémát vethet, vagy vissza is hathat egyéb művészetességet. Tehát én ezt nem becsülném le. Sokkal inkább az a gondom, hogy a publikációknak a színvonal. Tehát, hogy tényleg látok nagyon jelentős művészeti teljesítményeket ebben az országban, most már nem tudom, 3-4 generáció taposta egymás sarkát, és tényleg időnként így megfordul a fejemben bizonyos fórumokra, be kéne vinni azt a több másabb katalógus és könyvanyagot, ami ennek a tevékenységnek a jelentőségéről, külföldi recepciójáról szól, ami körül idehazza, hogy soha, vagy nem érik valamit hír. Tehát, hogy a kézművészetnek a magyar kultúrán belül ennyire rossz a pozíciója. Tehát, hogy ennyire nem jegyzik ezt a szakterületet, miközben a teljesítmények ott vannak a másik oldalon, dokumentálható módon ott vannak a teljesítmények. Ez többekezete akkor adódik, hogy kevés a publikáció, nem megfelelő színvonal a publikáció, nem tud eljutni egy környezetbe ennek a teljesítménynek a minősége, mennyisége. Tehát én ezt nem tudom eléggé becsülni a mégis. Még egy kérdésem, hogy a vezetőben is említettem, tehát hogy te 91-ben akkor ott állt az Ugyanszti Főiskolát egy konfliktusok volt belül, és ez most túl a konfliktus műveletén azért volt például az én számomra, és gondolom másoknak is egy nagyon fontos
olvasandó, értelmezendő jel, mert a te tevékenységedben, a művészeti tevékenységed mellett egy pedagógiai tevékenység mindig is jelen volt, és sokkal korábban, mint ahogy az egyetlen bármilyen praktikus vagy egzisztenciális értelme lett volna. És ugyanakkor ezt a fajta elkötelezettséget, hogy valaki egy többé közülő vállalatot tartható, vagy a Carnegie Zsigmond jelen mondta tegnap, tehát, hogy szépségtapaszt tevékenységet ezt feladja, hogy ezért pár szót nem mondja erről a konfliktusról. Hát nem szívesen éppen fel a sebeket, hogy mondjam, hanem önszántamból jöttem el az intézményből. Egyszerűen az a konfliktus adódott, ami hát sejtem, hogy nálatok is bizonyos mértékig létezik, hogy nagyon különböző felfogású kollégák, nagyon különböző szemléletűek és nagyon különböző színvonalat teljesítő kollégák együttese dolgozik az intézményben, és hát akkor ott mindig vannak bizonyos erőviszonyok, meg pozícióharcok, szerencsétlenségem, de akkor éppen egy rektorváltás volt, amikor hát fölerősödnek ezek a pozícióharcok, és hogy ez úgy történt, hogy a hallgatók rovására ment az ajánló. És akkor ezt én nem tudtam tolerálni. Úgy látszott, hogy nincs távlata annak, amit ott 5 évben, 6 éven keresztül nagyon keményen csináltunk végig kollégákkal, Carnegie Zsigmond, akkor még ott dolgozott az intézményben. Azóta egyedül a Szirtes János van már csak ott. Én akkor úgy gondolom, hogy nagyon jelentős, sok tapasztalattal és nemzetközi tapasztalattal rendelkező kollégákat sikerült meghívnom munkatársként oda a főiskolára, amit észrevettek a hallgatók. Tehát jöttek hozzánk, és olyan területekről is, szakterületekről, amik hát nem a mi feladatunk lett volna. Úgyhogy egy külön műtermet kellett nyitnunk azok számára, hallgatók számára, akik ugyan nem voltak tanárszakos hallgatók, amit mi csináltunk, hanem más területekről jöttek. És hát ez kiváltott bizonyos irítségeket, vagy nem tudom, rossz indulatokat, és ez mindig ott úgy mentek ezek a háttérben mögöttünk, és a hallgatókon keresztül mentek ezek a játékok, amit én nagyon rossz indulatban tettem. Tehát tényleg van bennem egy fanatizmus, szakmai fanatizmus is, ami talán ebből a szövegből is kiderült, és a pedagógiai tevékenységemben is mindig volt egy fanatikus napban, hogy ha már nekem egyszer a főiskolán annak idején a 60-as években olyan mestereim voltak, akiktől most is írásban adom, semmit nem tudtam tanulni, akkor ha én összeszedtem 40 év alatt bizonyos tapasztalatokat, akkor ez nekem kutyaköteleség, hogy ezt láthatjuk. Tehát hogy ezt egy kicsit ilyen hát naiv módon, vagy nem tudom, hogy viszont ilyen misszióként is értem meg a pedagógiai munkát. És erről nem volt egy idő után lehetőség, és akkor hát szóval ilyen busztus valami szabírkodásunkban már kiváltott. Köszönjük szépen! Miklós, akkor szünetet tartanánk, kezd meg fel. Szeretném. Jó, akkor egy fél órás szünetet tartunk. Nagyon kérdény, hogy mindenki igyekezze ezt a fél órát betartani. A szünet után Peternák Miklós, de Körösné Tamás előadása következik. Egyéb kérdés praktikus, jó, fél óra múlva, tehát azt